Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt, 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Feri, Jani! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, csütörtök van. Elért a vihar benneteket tegnap? Nem. Arra felé volt, amerre te laksz. Ja, volt nálunk rengeteg eső. Nálad nem, semmi, igen. Kétszer is, úgyhogy... Erős lehetett, mi a szélét kaptuk el, amerre én lakom, de arra ment nagyon felétek. Ja. És így láttam is, hogy mondom, fú, hegyen lakunk, és úgy az a rész kezdett ott nálatok, meg az a százhalombatta, meg a nullás azon oldala. De ha abban ott voltatok, akkor az kemény. Kapunk lehetett. Rendesen esőt, olyan az... nagy szél, meg vihar azért nem annyira volt, viszont csapadék az keményen. Jég is volt? Kaptunk. Nem, csak eső, de nem nagyon, nagyon masszívan, úgyhogy most egy ideig nem kell locsolni. Legalább két napig. Nálunk a széle volt, brutál széllel, villámokkal dörgött, de nem ért oda, tudod, csak amikor érzed, hogy a szélébb vagy. Igen. És úgy látod, hogy 5 kilométerrel alébb már szörnyű dolgok történhetnek. És eszembe jutottam, mondom, most holnap úgy jössz be, hogy nálad semmi, mondom, akkor oda költözöm. Mondom, direkt kiszámoltam az irányt, mondom, de ott arra, igen, brutál felhők, iszonyat villám, hallottam a dörgést, hát mondom, nem lehet, nem mondhatod azt, hogy nálad az semmi. Nem volt. Kellett, hogy legyen. Ma reggel tucat számra láttam a boldog, hamis ciprusokat. A kertszélén, igen, imádták, igen. Most nagyon boldog minden. Nagy mondták, hogy szívfelbegyem, a kis vizet szívfelbegyem. Olyan jó, amikor nem kell locsolni, nem? Ugye, hogy ez egy jó érzés. Nálam ma ment reggel, de hát én hülye, mert az ember ilyen kidobott pénznek érzi, de hát olyan fura, nem szeretek locsolni. Olyan hülyeségnek tűnik, ilyen értelmetlen dolognak. Zárd el a csapot. Csak az a baj, nagyon ronda lesz a fű. De hogy hülyeségnek tűnik alapjelvével. Hát mi, de miért? Hát a fűnek szüksége van vízre. Olyan nagyon-nagyon-nagyon pazarlás így. Ja. Tudod, olyan értelmetlen, hogy locsolunk azért, hogy szép zöld legyen a fű, de hát így máshol meg szomjalnak. De az ember mégis locsol, mert szép zöld legyen a fű, tehát ez egy ilyen dolog. Nálatok semmi, nyugi? Semmi. Pont kint voltunk pecázni a férfi emberrel, mert igény van rá, én, hogy gyerekek, hogy mennyire rohadtul gyűlölöm az, hogy élő kukacokat húzok föl egy horogra. Na mindegy, de hát a gyerek szereti, tehát mit csinál, apa, veszünk csontit, meg mit tudom én, mit megyünk igen. ki. Ez a része a horgászásnak csak a nagy horgászban volt. Vidám. Vicces, hogy magára csatolja a kukac az övet, emlékszel, bent oda, és ő nagyon vidáman lement horgászni, úgyhogy nincs meg, na mindegy, és álltunk itt, felhősödés, meg viharja. Jelzés, vannak ilyen villogó berendezések Velencei tó partján, viharjelzés, mondtam Somának, kitartunk, mondtak, apa, nem megyünk sehova, álltunk a stégen, jött a szél, gyereket kivettem a vízből, közvetlenül ezután, majd elkezdett esni az eső, körülbelül 8 csepp esett, és ez vége is volt a bulinak. Úgyhogy nálunk akkor abszolút semmi. Nem volt nagy semmi. A kárászok jönnek, ennyit tudok mondani, Jézus, hogy viharra jönnek. Nem csak a TV2? Már Velencei tóval is. Szaporodnak, nem elég belőle egy. Így kapta be azzal az a gyönyörű szájával. Így. Miért nem csaptál oda valami bottal? Kiemeltük. Lehet, hogy a felmenői voltak? Lehet, hogy a család többi tagja. Bali, elemezzétek a tegnapi vidi meccset, Zozi kérdezi. Hát gyerekek, tőlünk nem tudtok nehezebbet kérdezni, mint hogy NB1-es meccseket elemezzünk. Nem tudtam, hogy a Vidi játszott, nem tudom, hol játszik, nem tudom, mi történt, és nem tudom elemezni. De írjátok meg, és szívesen beszélünk róla. Olvasott valaki valamit a vidi meccsről, amit elemezni kéne? Kiestek? Ennyi? Hát ez nem meglepő. Úgyhogy ennyi. Bár meglepő, hogy a sok rossz közül tudsz annyira rossz lenni, hogy te kicsit rosszabb legyél, mint a többi rossz. Hát, érted az elemzést? Igen, egyébként meg vagyok. Szóval, hogy mindenki nagyon rossz, de akkor te majd most még a rosszabbnál is rosszabb vagy. Ebben a rossz mezőnyben se tudsz ott maradni. Hát akkor tényleg gyakorlatilag annyi. Azt kész. Valakivek még a Debrecen van az első számukban, az első számú kupában érintve, de nekik meg idegenben kellene még minimum két gólt rúgniuk, úgyhogy az ellenféle egyetlen fog hazai pályán. Tehát, hogy hát... Nagy MLS balhé volt most a román meccs körül, nem? Hogy mondták, igen, hogy lehet jegyet tenni. Nem volt elég sajnos pogácsa. Nem volt sajnos. Meleg volt az ásványvíz. Nem, hogy lehetett jegyet venni, aztán mindenki online próbálkozott,
és aztán följöttek vidékről, nem lehetett már egyet venni, elfogyott valami. Na, nagy dramatúrgia volt. Hogy van ez a szurkolói kártya, ugye, és például akinek nincsen szurkolói kártyája, és az nem rendelhet interneten keresztül, tehát hogy már eleve azért gondolt bele, hogy mondjuk Debrecenben élsz, Kőszegen élsz, tehát hogy a közeledben nincsen a főváros, és akkor fel kell utaznod, és akkor van két hely a városban, ahol megveheted ezt a jegyet, tudod, ha nincsen szurkolói kártyád. Ha megvan szurkolói kártyád, akkor meg fölmész az oldalra, azt le van fagyva. Igen, és akkor meg nem tudsz. Illetve mikor ezt kihirdették, hogy lehet jönni jegyet venni, akkor már nem volt. Akkor már nem volt. Igen, ez is volt, hogy kihirdették, hogy gyertek, és akkor már nem volt. Tudod, két dolog van, akkor igen. Van baj, amikor nem jönnek a nézők, meg akkor, amikor jönnek. Én úgy szeretem, ha valaki, igen. Ha nem jönnek, az a baj, ha jönnek, az a baj. Már semmi se jó. Hogy a Csányinak olvastam a nyilatkozatát, nagyon szimpatikus volt, hogy elnézést kért, és az tök jó, az valaki ki tudja mondani. Hogy elnézést kérek, igen, volt baj, hibáztunk, igyekszünk megtalálni a felelősöket, rendbe hozzuk, bocsánat. Nem? Ez tök jó. Ez azért ezt így... közéleti szereplők, politikusok, azért így ritkán szoktak így azt mondani, igen, bevállaltuk mi hibánk, nem tudom, elnézést kérünk, orvosoljuk a dolgot. De így, hogy szóval, hogy ez ilyen szimpi volt. Nagyon, szimpi nagyon. Volt, pedig igen. Hát hogy azért vagyunk őszintén neki, mint színésznek, azért sok köze nincsen ez az ügyhez, és így, hogy így, és így van. Sanyi így fogta magát, és azt mondta, hogy beleáll ebbe az ügybe. És még a Grillus Dorka is, meg a Fenyő Iván, meg a Balázs Péter is mellé állt. Amíg a Mucsi is megszólalt volna. Csak a Serer akart, csak a Mucsi nem engedte. Úgyhogy ez elképesztő. Tényleg milyen sok oldalú, hogy a focihoz, a színészethez is, a bankárkodáshoz is. Imádom. Jó színész, jó bankár. Ez a Csányi. Mindent ne vigyel, hogy egy igazi gálvány, egy úriember. Sorba állt mindenhol, amit osztottak odafönt, mikor mielőtt jött volna, mert hát tényleg. Ennyi minden van. Ja, gyerekek, nem aludtam semmit, szörnyű éjszaka. 100 forint. Dobom. Ja, tényleg. Dobom. Nem az jó, mert mostanában csak én ízlalom a malacot. Nem, ízlalom, én is helyes szóljatok, bedobhatok egy 500-as, és jaj, gyerekezhetek egy picit. Persze. Van benne 4 még. Én nem tudom. Nincs kiút. Dehogy 10-15 éves már nyugi lesz. Nem tudom, mi a megoldás. Én nem tudom, most megint beszéltem valakivel. Mindkettő? Igen, most megint mindkettő. Nem, az egyik elment egy múzeumba. Az egyik gyerek. Nem, mi van a Vajdahunyad várában? Nem tudom. Mezőgazdasági múzeum. Tök jó. Jáki templom. Kicsit más. Én aki nem megnézte, azért nagyszülők a múzeum felelősök, mert én utálom a múzeumokat, elálmosodom, rosszul vagyok, és nem vagyok hajlandó. Elviszem a gyereket, én elhatároztam, hogy én múzeumban nem megyek, mert menjen, akinek 5 anyja van, viszont a nagyszülők mennek, örülnek, és ez tök jó. És ugye ott látott egy csomó mindent, és most 4 napja beakadt neki egy kitömött nyúl, de nem is az a lényeg, hanem már most... hova, bocsa. Azért. Most ő azt álmodja, hogy ő nyúl, és őt most elviszi a farkas, és minden éjszaka 3-szor föl kell, hogy neki összekötözték a lábát, és jött a farkas, és ő nem tudott elrohanni. Figyelj, a mi éjszakáink azok most úgy néznek ki, hogy máshol alszunk, mi meg máshol a Benni. Föl fogom menni egy ilyen timelapse videóval. Lerakom, és így reggeli megmutatom, hogy mi történik. Más szoba, vagy más utca. Figyelj, tényleg. Viki Bennihez, Viki vissza Noelhez, Benni föl kell, följön hozzánk, föl kellek, leviszem a Noelt, Bennit lemegyek hozzá. Jó, hallom, hogy elaludt, várok 1/2 órát, oké, alszik, akkor elmegyek vécére, pisilek egyet, fölmegyek, befekszem a Viki mellé, föl kell a Noelt, csinálom a tápszert, jön a Benni föl hozzánk, fölkeltem, nyúl vagyok. Jó, ne legyél nyúl, visszaviszem. Lejön a Viki, hogy ne aludjak a Benni mellett, mert megszokja, menjek föl, fölkelek. Föl. Nem hiszitek el, nem, föl fogom venni egy ilyen háromszög alakban. Össze-vissza. Én a végén már 3:30-kor átmentem egy üres szobába. Magadra zártad az ajtót. Kinyitottam az erkélyajtót, lefeküdtem a szőnyegre az erkélyajtó elé. És nyomorúságos magzatpózban, ilyen bénám még éreztem, csak hogy van egy órám, amikor már elcsendesett mindenki, és megszűnt a vonulás, és ma 4:30-től 5:30-ig aludtam. Megvan a megoldás. Azon gondolkoztam, hogy az Úristen kicsit segítsen meg, hogy haddal ugye fizikai kínzással ér fel, amikor már nem tudod, nem tudom, mennyire emlékszel, hát te meg azt
aztán pláne már nagyon régen volt, tényleg azt érzed egy idő után, hogy nem akarsz tovább élni. Hogy nincs értelme semminek. Tehát, hogy eljött az az idő, hogy ha lenne egy építkezés a ház előtt, és abban folyékony beton úszna, akkor hadd másszak bele, hadd merüljek el benne, és hadd halljak meg. Nem akarok más az élettől, nincsenek már más vágyaim. Semmit nem akarok. Remélem nem építkezik senki a környéken. Nem akarok, hagyja meg szép csendben ott a szőnyegen megfagyni. Jöjjön valami nagy vihar, fagyjak meg reggelre, és legyen vége. Hát, én nem tudom. Fia, a Benny ügyben az van, hogy meg kell ölnöd foggal egy farkast. Igen. Tehát, hogy látnia kell a gyereknek, hogy apa... Ezt nem úszod meg. Ugye? Mezőgazdasági Múzeumtól beszerzel egy kitömött farkastot, lemészárolod az udvaron, Benny-t odállítod az ablakba, te ott, hogyha egy birkózol egy kicsit, hogyha egy hatalmas bovikéssel, vagy én nem tudom mivel, és szemmel láthatóan kinyírod ezt a farkast, a kitömött farkast. És megnyugszik a gyerek. Benny továbbra is alszik. Néha így vannak ilyen bekattanásai neki, és akkor egy napokig ezzel, mert annyira érzékeny, hogy tudod, hogy lát valamit, és aztán az úgy neki beakadt. Pedig már azért 6 évesen megnézhetetese. Nyúl. Ő most nyúl, akinek pórázzal összekötötték a lábát, ilyen drótkötéllel, és jön a farkas minden éjszaka, és hajnalban mondja nekem, hogy még mindig itt van az álom, még mindig itt van az álom. Tudod, egyébként nagyon cuki, és mondom, hogy jaj, Benny, gyere ide, búj ide, ne csinálj, ne ennél már nem vagy már farkas semmi. Ja. És akkor jön föl egy kis párniával a kezébe, ott áll a hálószobánk, megint itt van a farkas. Tudod, és egyszerre vagy nagyon elkeseredett, nagyon szomorú, nagyon szereted, de nem tudsz mit mondani, persze, jó, hát itt a farkas, akkor menjünk vissza, kíséred, és akkor indul minden előről. Szóval, hogy a végemet járom. Addig örülj, amíg nem azzal jön, hogy apa, megint ott van a kisfiú a sarokba, és beszél hozzám. Igen, tudod. Vagy meg nincs baj. Vagy majd 15 év múlva, apa, terhes a szélvé. Jó, de ezt egész éjszaka kelljen megtudnom, a rohadt életben. Hát miért nem hagyod a párod aludni? Ki az a Szilvi? És ez a másik, hogy ki az a Szilvi? Ott fekszik melletted, apa. Hadd vissza a barátnőbe. Na, szóval igen, szóval van baj, de nem baj. Nem baj, most egy dupla eszpresszóval izítottam be ma reggel. Egyébként nem érzem annyira, csak így estére fáradok már el nagyon, de mondom, vannak pillanatok az éjszakában, amikor azt érzed, hogy meg akarsz halni. Tehát nincs értelme az életednek. Ez így nem, ennek így semmi értelme. És ilyenkor, ezt hagyjuk abba, ilyenkor, ne kínozzuk egymást. Az a legjobb, amikor a Viki anyja, vagy a te anyád átjön, és azt mondja, nem gondolkodtatok harmadik gyereken? Na, takarod. Ne gyertek ide több. Na, erre a kérdésre tudok nagyon rondán nézni. Igen, mondom, tegye le mamaszt a kávét, tegye vissza a süteményt, aztán keresse meg a kaput. Igen, nem, ők itt tudják, de tudom, amikor egy barátok vagy ismerés. És harmadik? Na, mondom, gyere át már észre. Tudod, ahol kettő enni kap, ha jó húzatok. Figyelj, hogy lehet? Hogy lehet ilyen timelapse videót csinálni? Már tudom, hogy lehet beállított, hogy éjszaka megcsinálom, kivilágítom a folyosót, lerakom a telefon, az kibír 8 órát, 6 órát. Hát, tiétek nem olyan kigen. Igen, de az nem tud timelapse-okat. Tud timelapse-okat? Tud? Tud. Tud. Ez nem az enyém, nem. De nem tud? Na most kibukna, ott lebukott, de béna. Azt mondja, nem tud. Hát akkor meg az enyém 3 éves. MMS tud fogadni, küldeni? Vagy MMS tud fogadni, küldeni? Vagy hol vagytok? Hol álltatok meg? Képek. Hol álltatok meg? Szöveges üzenetet tudsz küldeni? Jézus Isten! Jézus Isten! Sima üzenet. Szóval, hogy lerakom majd a folyosóra, földugom töltőre, figyelj, megcsinálom. Akkor, és akkor megvan. Azt megcsinálom, hogy ez mennyi? Ez mondjuk éjfélkor lerakom, 5-ig az 5 óra, az a timelapse-ba, az baromi jól fog kinézni. Azt tényleg megmutatom nektek. Na, most valamikor, ha lesz időm, akkor ezt megcsinálom. Megmutatom, hogy mi zajlik. Nem tudom, hogy föl tudom tenni a Facebookra, mert nem akarom a lakást, meg a gyereket így nagyon... meg a Vikit így mutogatni, hajnalban, tudod, Halloween-ben, én filmesztelenül boxer alsóba felállt hajjal, tudod, mint egy ilyen betépet rasztacsávot közlekedek. De megmutatom nektek, hogy mi zajlik. Tehát, hogy mi van nálunk. Már régóta fel akartam menni. Ezt megcsinálom. 5 órát simán föl lehet, nem? Simán. Éjfélkor fekszik a gyerek? Nem, éjféltől indul a rock'n'roll. Ja, tehát az van, hogy fél 10-kor elalszanak, addig mind a kettő csöndben van, és akkor éjfélkor, amikor már úgy bekényelmesedsz, olvastál egy kicsit, és úgy nagyon elkezdenél aludni. Akkor indul is. Mintha éreznék. Jön a vonulás. Úgyhogy, hát így állunk. Na mindegy, ismételjünk kicsit a tegnapi adásból. Ismételjünk a tegnapi adásból. Itt volt velünk Meskó Bertalan, ami drága Meskó Bertalanunk, orvosi jövőkutató. Nagyon szeretjük, egy kicsit filozofikus beszélgetés volt, egy kicsit mélyebbre mentünk. A mesterséges intelligenciáról beszélgettünk, ami nem egy megjelenő robot, aki beszélget velünk, hanem egy térben elhelyezett valami, ami majd egy idő után átveszi az irányítást az emberek fölött, irányít bennünket, autót vezet helyettünk, telefonál,
és minden más megcsinál, és ennek a dolognak a veszélyeiről beszélgettünk. Meg filmekről, egy csomó mindenről, nagyon jó vele beszélgetni, értelmes át. Lehet, hogy egy kicsit filozofikus volt, igen, meg talán egy picit nehezebb is, de mi nagyon szerettük. És a dolognak a végkicsengés az volt, hogy szokták mondani, hogy az utolsó majd leoltja a villanyt, hogy valószínűleg ezen a bolygón egy algoritmus lesz az utolsó, ami majd leoltja a villanyt, mert hogy az embernek az a jövője, hogy irány a Mars. Hogy mi elmegyünk a Marsra. Igen. Na, hát megmutatjuk akkor, hogy miről beszélgettünk Meskó Bertalannal. Közben, ha valaki játszana velünk, akkor jelentkezzen játékra, mi pedig jövünk vissza mindjárt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 6 óra múlt 32 perccel. Na, egy kis filozofálgatás így korra reggel. Jó, az ember hamarabb fölébred. Mesterséges intelligencia, jövő, emberiség vége, robotok. Minden volt. Gyerekek. Minden. Nagy merítés volt tegnap. Én már tegnap se értettem ezt az egészet. Nem baj. Nem baj, figyelj. Azért egy kicsit igen. Egy kicsit igen? Igen. Na jó, van. Az evangelizál szokt. Na, azt nem pont, de... Abban az az érdekes, amiről beszéltünk, hogy minden, ami történik, vagy amerre megyünk, az filmben már megtörtént, nem? Tehát olyan, mint az ember tényleg tudná, és valahonnan tényleg le tudná hívni azt, hogy ami vár ránk 50-100 év múlva, azt már tényleg megcsináltak. Mesterséges intelligencia, a gépek fölébrednek, és öntudatukra ébrednek, ha a Marson fogunk lakni, arról is 1000 film készült, tehát minden, amerre megyünk, az már filmen tulajdonképpen megvan. Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két SMS, közlekedés nézek, hogy van-e, de minden rendben. M1 Tatabányai trafi és balesetmentes, M7-es Pákozdi pihenőnél mérnek Budapest felé. És nagyjából ennyi, úgyhogy ha van még friss, vagy láttok valamit, akkor küldjetek el nekünk. Jó? Hogy állunk játékkal? Nagyon jó. 3-0. Miénk a hét, már csak lazázás folyik. Arcoskodás? Uh-huh. Lazázás, hát elengedhetjük. Ma játszunk hátratett kézzel. Jó, mindenki. Ma csukjuk be a szemünket, így van. Jó, és csak így fokhegyről válaszolgassunk. Igen. Na, Alexandra, hello, jó reggelt. Hát nem úszod meg, hogy ne szólítsunk jó meg. Hát direkt nem vettem fel a füles. Láttam én azt. Kimaradok. Miért úgy nem hallod a Balázst? Ha nincs rajtad füles vagy. Na, Istenem, de jó, hogy egy kicsit női hang van a hírekben. Hát Istenem, de jó. Hát, szeretjük, kedveljük az Ákos, de hogy olyan jó, hogy egy kicsit női híreket hallunk. Mi újság van? Vártad minden már, rendben, hogy velünk legyél reggel? Vártam, igen? Nem igazán tudtam aludni, kicsit forgolódtam, és aludtam sokat. Átjöttél volna hozzánk. Együtt forgolódtam. Hallottam sem aludtál sokat. Együtt sétáltunk volna leföl, hajnalban fölébredtünk volna az Erki ajtónál. Mi van az Ákossal? Megint a pocakja? Fosik? Mi történt? Nincs semmi baj, a Kata van szabadságom most, úgyhogy majd hétvégén a Kata bajairól ne. Hétvégén lesz el. És akkor meddig vagy velünk? Vagy hogy vagy? Csak ma. Csak ma? Igen, holnap már Ákos van, illetve szombaton vasárnap is majd Ákos jön reggel. De ne csináld már, mert akkor legalább holnap már még jönnöd kellene, nem? Hát hogy fogsz tudni holnap szerelmesen dolgozni? Ákosom múlik. Ő írja a beosztásokat, nekem nem nagyon van be. Melyik fiókban tartja, szólják, kihúzzuk egy ilyen fehér hibajavítóval, és átírjuk egy picit. És izgultál, vagy rosszul aludtál? Igen, izgultam. Tényleg? Uh-huh. Miben alszol? Hogy micsoda? biztos, hogy ágyban. Ágyban, én nem a földön. Ágyban. Dékényen. Meleg van nálatok is? Nincs, van légkondi. Légkondi? Uh-huh. Pizsomában? Igen. Tényleg? Mert a légkondi miatt hűves van, tudod, meg ne fáj. Hát igen. És milyen pizsomában? Ja? Én boxer alsóban. Az jó, ha egy pali boxer alsóban alszik? Jó. Uh-huh. De néha leveszem. És mi a jobb? Ha egy pasi pizsomában, boxer alsóban, vagy meg? Pizsomában semmiképpen, az annyira illúzió. Kiestél, Jani. Jani, te pizsomában alszol? Már javultál? Aha. Miben alszol? Két pizsomában. Kezes lábasban? A jéger alsóban. Nem egy használt neoprénben. Na jó, van, beszélgetünk majd még erről, csak megcsúsztunk egy picit, jó? Hogy örül ennek a hírnek, hogy még erről beszélünk. Figyelj, ma átesel a tűzkeresztség, utána úgy fogsz jönni hozzánk, hogy kicsit hiányozni fogunk itt. Lehet. Tehát, hogy úgy fogod mondani az Ákosnak, hogy olyan jó volt, hadd gyere még reggel. Jól van, meghallgatjuk Alexandra híreit. Jó, ha valaki közben jelentkezne játékra, akkor nyugodtan tegye meg nekünk SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 6 perc múlva pontosan 7 óra, itt van a játékosunk, már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél?
Jól gondolt meg a válasz. Halló. Halló, sziasztok. Halló, jó reggel. Szia. Ciao. Jó reggelt, sziasztok. Attila, hello Attila. Igen, igen, Attila vagyok. Attila, kivel szeretné játszani ma reggel? Hát én János választottam. Jánossal. Köszönöm szépen. Heti szűzünk. Heti szűzünk, János. Indítjuk is az órát. Jó, esetek egymásnak, minden mást rólad majd a játékon belül tudunk meg. 3, 2, 1, és tessék. Na, szia, szeretnél kérdezni? Halló, szia. Ez a standard kérdés. Szeretnék kérdezni. Szereted ezt a játékot? Én szeretem ezt a játékot, de azt mondtam, hogy én szeretnék kérdezni. Ja, parancsolj, bocsánat. Azt szerettem volna, úgy hallottam, hogy te szereted a kukás autókat. Imádom. Kukás... Én bírom őket. Na, én egy ilyet vezetek. Kukás autót, sofőr vagy? Igen, igen. Azt az eltetés, azt az altatás. Jani. Ajajajajaj, Attila, hát ez egy rövid játék volt. Hát ezt nagyon elrontottam. Ajajaj, ez nagyon, bizony. Megint szép volt, megint jó kezdtétek, megint volt benne valami, azt pufgem. Pedig a hír igaz. Az általános iskolában a legjobb haveronak, a Lajosnak, mely a Kassa utca általános iskolában faterja kukásautót vezetett, és azóta, azóta ez egy ilyen szerelem. Köztem is köztetek. Attila, nincs ajándékcsomag, köszi a játékot. De én is köszönöm. Jó volt, jó volt. Sziasztok. Köszi, ciao. Hello, 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 ez a 4-0. Hasítunk. Szép volt. Szép volt a nem? Köszönöm szépen. Száguldunk, 4 perc van 7 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 10 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, csütörtök van, és már is... Kezdjük a reggelt itt a Klasszon, marad a meleg, senki ne reménykedjen, viszont azt vettem észre, hogy már talán éjszaka kicsit jobb az idő, tehát jobban tudod átszellőztetni a kecót, mert ugye augusztusban hűvösödnek az éjszakák, nappal még ugyan meleg van, de éjszaka már egész jó a dolog. Hát ez ma lesz tehát... még így, szerintem aztán hétvégén ez is elmúlik, de tényleg jó friss levegő volt meg hajnalban is. Ahogy melegszik, állítólag most az éjszakák is ma. Éjszakák is melegednek. Igen, hétvégén. Igen, én nem is tudom, hogy volt-e, hogy beláthatatlan ideig a telefonon nem jeles semmit, csak szikrázó napsütés. Tehát, hogy nem lát se vihart, se felhőt, se frontot, se semmi. Állítólag augusztus 20-áig, ami azért kemény Fincsi. Lesz, mert az megint egy 3 hét kánikula. Viszont nem lehet okunk, gyerekek. Nem lehet okunk a panaszra. Igen, jövő csütörtökig látja a telom 30. Nagyon jó. Augusztus van, legyen meleg. Augusztus van, legyen meleg. Hát, ez a nyár, ez rendben volt. Ez a nyár, ez tényleg rendben volt. Tessék strandra menni. Például a velencei szabadstrandokra, mert nincsenek bezárva. Tegnap síró emberekkel beszéltem. 25 fokos a víz, tehát hogy még most nem is melegedett fel olyan durván, tehát hogy oké, meleg van, viszont a vízben lehet hüssölni. A Tiszató is, a Velencei tó is, és a Balaton is 25 fokos. Miért sírtak, vagy mit mondtak? Hát ez a múlt hét pénteki elcseszés, érted, hogy valami hülye, aki híreket ír valahol, nem akarom kimondani a formátumot, ahol közölték, nem akarom őket megbántani, az, hogy nem lehet a szabad part szakaszon fürdeni, azt úgy sikerült bemondani, hogy a szabad strandokat bezárják. Van egy apró különbség a kettő között, és hát nekem van ott egy pár ismerősem, akik így tegnap is hívtak, hogy figyelj, nincs ember. Azt hittem azt mondod, hogy engem van ott egy pár vállalkozás. Nincs. Gondolkodtam rajta. Van ott egy hekkesem, egy lámososom, meg egy célövöldém, a rohadt életben gyertek már, mert tönkre megyek, meg szarma vagyok. Nem, nincs semmiféle vállalkozás. És nincs ember a Velencei tónál? Hát azért ez így nem igaz, mert vannak, de ahhoz képest, hogy mondjuk főszezon van, szerintem én tegnap kint voltam az egyik strandon, azért nem dübörgött úgy, ahogy szabad strand, tehát hogy nem kell fizetni érte, nem reklám a dolog. Akkor nincs lezárva semmi, lehet menni fürdeni, menjetek, fürödjetek, mindenhova. No kaki in the víz. Jó? Hát, please, no kaki in the víz. Jó? Oda menjetek, ahol van. Léci a parton. Scooter in the house, és no kaki in the víz. Jó? Ezt tegyétek meg, légy szíves, és akkor nem lesz baj a Velencei téren. És no brunyo on the homok. Jó? No kaki in the víz, no brunyo on the homok. Jó? Léci. Mert álltok, mindenfélét találtak, de hát ez nyilván megint pánikkeltés, lehet menni, lehet fürdeni, tiszta a víz. No kaki in the water. Jó? Please. Thank you. Ennyi. Úgyhogy hajrá, tényleg. Ne vigyük csődbe a lángososokat, meg a hekkeseket. Ja, meg most nem meg azért, a... csak... De én őket is úgy sajnálom ilyenkor, mert nekik tönkre megy a szezon. Lehet menni a Velencei tóra, ez a lényeg.
Na, nézzük a közlekedési híreket. Mi van ma? Nem közlekedik senki? Nyugi van? Vagy nem történik semmi? Vagy senki? Vagy sehol? Vagy mi? Csend van, nyugalom. Vagy csend és nyugalom? Vagy az elmúlt napokban, úgyhogy... Bezártak az autópályák? Semmi, gyerekek. Az M6-os, 46-os kilométeréről egy napernyő alól mérnek. Ez ma a legfontosabb hírünk ilyenkora reggel. Ez nagyon jó. Na várjál, azért álljunk meg egy pillanatra. Na. A napernyőnél. Lerakta a felüljárót. Víz ki a szerv magával. Mondjuk rá is süt a nap, igaz? Figyelj, lassan, egy kis vízpermet, menő, egy kalipó jégkrémért, egy napernyő és egy jégkása készítő gép. Hátul meg valaki vattacukrot csinál nekik. Hát mi mérnek? Hát nincs ezzel baj. Igen, egy napernyő alatt. És egy rendőrszak középiskolás kislány bikiniben legezgeti a főtözőrmester. Hát azért ez elég. Egy ORFK-s, hogy hívják, a zászlóval vagy a trappal. Ez elég jól hangzik. Nagyon jó. Na, viszont. Igen. Beszéljünk mindenképpen, de tényleg csak két mondatot, még miért, de most? Tényleg csak akkor, ha ti is akartok. Vadó János, hármas választókörzet, egy percben, tessék! Köszönöm! Mit szóltok ez a kucserás ügyhöz? Egy baromság, amit elkövetett. Szóval biztos mindenki hallotta már, megint egy világklasszis kajakozónk bukott le, azért, mert kokainozott. Ő elismerte, tehát, hogy ezt már ki is lehet jelenteni, tehát, hogy nem csak egy gyanú, mondjuk a szövetség részéről, meg a magyar antidoping csoport részéről, ő átesett egy szűrővizsgálaton tudomásom szerint július környékén, és hát kokain mutatta ki az ő szervezetében. Miközben ugye volt egy korábbi ügy, amikor ugye májusban Dombári Bencét és Csipes Tamarát is sikerült ugyanezen a kis vétségen kapni. Az a baj ezzel, hogy Kucsera nagyon készült most ugye világversenyre, meg aztán nyilván mindenhová, ahová el lehet jutni. És nem olyan szert találtak a vérében, ami a teljesítményt befolyásoló. Ez egy parti... Az, így van, ez nem dopingszert. Érted? Tehát nem dopingszert, hanem ez nem dopingvédség. Ez gyerekek, én nem voltam soha sportoló, de ha te tudatosan készülsz életed azon szakaszára, amikor még oda csaphatsz, megmutathatsz, ez egy banális baromhiba meg, volt. Meg van előtte ez egy hülyeség. Egy ügy két hónapról és korábbról, van, igen, két és hónap. Tudod, hogy mit kockáztatsz. Tudod, hogy adott esetben vége lett a karrierednek, és most gyakorlatilag nem lehet még kijelenteni, mert persze vannak csodák, meg vannak olyan sportolók, akikről tudjuk, hogy hosszú eltiltás után is visszatérhettek, vagy vissza tudtak térni, és aztán odaértek esetleg a csúcs közelébe megint, de akkor is 33 éves, lehet, hogy ezzel vége a karrierének. Egy Balázs, baromság. Te, aki otthonosan mozogsz a kokain világában. Te, aki kokainozol. Nem, figyelj, mi a véleményed erről? Nem, azt akarom megkérdezni, hogy meddig marad a szervezetben? Mennyi most? Egy gram. Tehát lehet, hogy ez egy közös buli volt a két másik kizártal, és azóta benne van a szervezet, vagy ez kiürül a kokain? Hát most én buli kedvéért szívtam egyszer el egy csík szódabikarbonát, engem ne kérdez, nem értek hozzá. Igen, sütőpor volt. Az a lényeg, hogy hatott, nem? De ennyi idő után kiürül, nem tudom, hogy melyik kábítószer mennyi ideig maradt benne, hát azt se tudom, mennyit találtak a vérében. Igen, hát fura dolog, mert hogy ugye nem dopingvédség. Na most ugye ez egy érdekes dolog, hogy magánéletében pedig ki mit csinál. Hát én nem védem neki, nyilván az egész sportágért kell vállalni a felelősséget. Egy sportoló és sportoló bármikor szűrhetik, ugye nem? Tehát, hogy ez egy buta vétség, ezzel az ember nem tud mit csinálni, valószínűleg vége a karrierjének. Hát őt most nem tudom hány évre tiltják el, onnan már nehéz visszajönni. Nehéz lesz, és közül ugye azt hiszem, hogy a saját Facebook oldalán, talán, vagy pedig a honlapján, nem tudom, egy pár hónappal ezelőtt kitett egy feliratot, hogy vége van már annak az időszaknak, amikor csak a bulizás, meg csak a partik, meg csak a hú, de jól érzem magam, és hogy járok ide, járok oda, járok amoda, és a sport csak másodlag, és vége ennek az időszaknak, mert az első most már a sport és a család. Hát az volt valószínűleg, második helyre futott be a kokó, csak benne maradt a szervezetben. Ez a baj vele. Ő azt mondta, hogy azért használta, mert hogy nagyon nagy stressz van most rajta, nagyon nagy a nyomás, és lazított egyet. Csak a bűvös kockázban. Persze, ilyen nincs mentség a dologra. Egy ilyen hülye félrelépés. Igen, hát ez most jelen pillanatban ugye nem számít dopingnak. Ha ő már versenyidőszakban lett volna elkapva, akkor az már ugye dopingvédség is. Igen. Ez most nem az elvileg, mert hogy felkészülés van, tehát ez tulajdonképpen ez egy akár egy büntetőeljárás lehet bármi, de hogy ez nem... Ezt nem a dopping bizottság vizsgálja, mert ez nem dopingvédség, ugye? És nem, a szövetség mondta azt, a szövetség csak zéró toleranciát hirdetett, és igen, azt mondta, hogy ha dopingvédség, hanem ha ezt találjuk, elmondták, hogy vége nincs, akkor kizárunk.
Tehát, hogy ők ezt lenyilatkozták már hosszú hónapokkal ezelőtt, hogy, hogy rendet tesznek. De a Dombvári Csipes ügy után ők elmondták, hogy, hogy tűzzel, vassal küzdeni fognak minden ilyen jelenség ellen a sportágban, és hogy meg fogják tisztítani a sportágot az olyan versenyzőktől, még ha világklasszis versenyzőkről is van szó, akik hasonló szerekkel élnek, mert hogy ez nem vet jó fényt. Aha. A sportágukra. És akkor elindították ezeket a rendszeres, egyébként saját pénzen, a szövetség saját pénzén ezeket a rendszeres szűréseket, illetve szúrópróbaszerű vizsgálatokat, és hát egy ilyen akadt fönn. Tehát azt is tudta, hogy van rendszeres szűrővizsgálat. Így van, persze. Persze. És mégis megkockáztatott. Hogyne, vannak tesztek. Igen. De most nekik nincs versenyidőszakuk, felkészülés van, nem? Vagy versenyidőszak? Hát nem. Versenyidőszak? Hát olyan válogató versenyeket mennek. Akkor viszont még az is lehet, hogy akár akkor viszont akkor értesíteni kell a nemzetközi egyesületeket, szervezeteket, persze, mert akkor viszont még dopingvédségnek is számít. Az viszont akkor azért baj, mert akkor viszont sokkal durább eltiltást kaphat. Tehát, hogyha ez versenyidőszakban történt vele, és úgy kokainozott, ráadásul tényleg hülye szegény, mert akkor erre gondolják kellett volna. Ha versenyidőszak van, akkor az nagy baj. Akkor viszont évekre eltiltják. Hát figyelj, nincsenek illúzióim, azért sportolók, nagy rajtuk a nyomás, ne legyünk álszentek, azért művészek, műsorvezetők, menedzserek, szóval, hogy azért meglepődnénk itt, hogy ki mit csinál, meg hogy kiről mi derül neki. Tehát én nem azért ítélem el, mert ezt csináltam. Az zsűmén néz ki, mint aki kokainozik. Mindjárt ráesik a pultra. Itt táncolna az asztal közepén, elhinném. De soha nem mozdul. Szóval, hogy én nem úgy akarok pálcát ülni, hogy na, a kábítószeres, mert ez nyilván nem erről szól. Neki valamiért vállalni kell a felelősséget, magáért, a szövetségért, a kajakenóért, a sportágért, az image, a presztízs. Tehát neki már ebbe bele kell gondolni, hogy ez többről szól, mint az ő jó léte, és ő már azért képvisel valamit, butaság, igen, sajnálom, de hát ez nagy bukó, lesz így ebben a formában. Az, hogyha ő a magánéletében egyébként ezt csinálja, az gyerekek, mindenki azt csinálja, én abban nem jó, a kábítószerezés nem követendő, nem ajánljuk senkinek, de én, tehát hogy valakiről kiderül, nem, azért nem teszem pro vagy kontra sehova, az ő dolga, még annak ellenére, és nyilván ugye bűncselekményt követel, nem jó. De hát sportoló neki, azért nem. Ezt nagyon át kell gondolni. Persze, ugyanakkor azért egy ilyen sportoló szerintem nem lehet példakép a fiatalok számára úgy, hogy közben tudod róla, hogy oké, persze a pályán, meg felkészülési, meg versenyzési időszakban nem tesz semmiféle felelősséggel, stb. De nem lehet, nem teheti meg, mert erkölcsi már nem fenntarthatatlan. Nem lehet belőle példakép a fiatalok számára. Nem egyeztethető össze az olimpiai eszmével. Igen. Na meglátjuk, olvassuk majd a híreket, hogy mi a helyzet. Egy másik dolog, akkor most én jövök. Végre van egy hazai közösségi applikáció, egy gasztro applikáció, gyerekek. Az a helyzet, hogy volt ez a taxis történet, hogy ugye ne taxival járjál, hanem magánszemélyekkel, arra csináltak egy alkalmazást, és ez meg kicsit átfordította egy magyar csapat, és azt mondta, hogy ha te otthon a kisgyerekednek főzöl valamit, mit szeret a kicsi? A kicsi? A sütőtök krémet csirkehússal. Nagyon jó. Okay. Olyat nem főznék senki. Mindent megeszik egyébként. Az insert. Az Instagramon meg is lehet nézni egyébként, hogy milyen szépen fejlődik. Így van. Fönt van egy friss kép az Instagramon erről. Így van. Ma megjelent az egyik bulvárlapban egy kép a piciről, nem sok látszik belőle, de megjelent, és ezért az Instagram közösségünk is kapott egy képet, mert ott nagyon hiányoltátok, nagyon hiányoltátok, hogy nincs kép Noelről, úgyhogy menjetek az Instára, keressetek bennünket, tettem föl oda is egy képet, hogy bepótoljuk a hiányosságot. A titok a sütőtök. Ha már egy bulvárlap kapott, akkor kapjanak a mi drága instás közönségeink is, vagy közönségünk is, úgyhogy instások irány ott van a kép. Na szóval, az a lényege, hogy te megcsinálod a sütőtök pürét meg a csirkehúsit, és rájöttél, hogy sokat csináltál belőle. Ekkor te földobod erre az alkalmazásra, hogy gyerekek, 4 adag sütőtök püré és csirkemell gyönyörűen lesütve várja az új gazdáját. Én, aki regisztráltam erre a sztorira, azt mondom, hogy a kutya fáját, de ennék egy sütőtök pürét, már koppintok is, te azt mondod, hogy akkor mondod a címet, menjek át hozzád, kártyán keresztül megy a fizetés, tehát nem viszek készpénzt neked, az enyémről levonják, a tiédre jóváírják, én beülök hozzátok a nappaliba, vagy az étkezőben, és megesszük a sütőtök pürét, meg a csirkehús. Nem mondod komolyan, hogy van megosztás, ilyen. Jézus már. Étel megosztás, így hívják gyakorlatban, ha te, hogy jól főzöl, vagy rosszul főzöl, az tök mindegy, ha úgy érzed, hogy van fölösleged, és ezzel szeretnél meghívni másokat, akkor ezt mától megteheted. De jó. Vagy nem mától, de most már működik a történet. Ez tetszik, csak
Csak mondjuk az, hogy bent a nappalidba. Nem lehetne, itt tudom én kirakni egy kempingasztalt két székkel a ház elé, és akkor ott inkább. Hát ez az egyik érdekes. De hogy néz ez ki? Benne. Csinál Marika néni egy madártejet. Most nézzük meg, hogy néz ki. Marika néni használja ezt az applikációt. Marika néni föltölt, hogy van 8 Wilding madártej. Igen. Gyertek, egyétek meg. Becsöngetek Marika nénihez, és azt mondom, igen, hogy csokolom, jöttem a madártejét. Nekem levonnak a kártyámról, Marika nénének jóvá írják, kimeri egy négy darab befőttes üvegbe nekem, vagy ott helyben megeszem, csókolommal elköszönök és elmegyek. Választhatsz, vihetsz is el szerintem, ad befőttes üveget Marika néni, azt ki kell fizetni, mert marha drága a befőttes üveg, de le is ülhetsz Marika néni asztalához, és ugye itt jön rögtön az első kérdés, hogy beengedsz-e gyakorlatilag vadidegen embereket a lakásodba. Mert nem ismered. Ebben nagyon sok kérdés van szerintem. Tehát én nem akarok itt nagyon-nagyon tényleg sznoboskodni, meg nem tudom, de ez a bárki után bármit, bárhol, bárhogy megeszem, ez szerintem nagyon meleg. Értem, ez egy startup cég, nyilván jól csinálják, terjeszkednek, gondolom én. Tehát ez valószínűleg egy jól menő dolog lesz majd, meg hál' Isten magyar, meg támogatjuk őket. De azért hogy van ez, hogy fölcsöngetek a hatodikra, és a valakinek a valamiét csak úgy én elviszem, és odaadom a gyereknek, nem látom, hogy készült, hogy milyen körömmel csinálta, hogy mi van a sütőjében, hogy van elmosogatva a dolog, hogy nyúlt hozzá, belenyúlta az orrába, amikor túrta a tésztát. Mit tudom én? Hát ugye akár ez étteremben is megtörtént nyilván, tehát ez bárhol megtörtént. De mégis azért Marika néni vaníliasodóját, aranyom, 8 adag vaníliasodó maradt az unokám, már nem kérte, de csináltam 300 forinti adagonként a Master kárdomra dobjál már át egy kis pénzt, azt vidd már el ezt a vaníliasodót. Másképp is, ha gondolom. És ugye egy dolgot felejtel közölni, Marika néni, hogy kettő hete csinálta a vaníliasodót, és az unoka már nem akar többet enni. Fogadjunk, hogy fönt vagy, és te már nyomod a izét. Nem vagyok fönt, de gondolkozom rajta. Jó, de valóban de ez az első. Nálad szívesen, te csinálsz egy báránypofát, nem tudom, jázmír rizssel, rukkola salátával, akkor azért arra, hogy beindulok és megveszem. De kadlottéknál a negyediken van egy tojásos lecsó. Nem, most én szeret kenyérre. Mi van akkor, ha megjön az illető, megveszi, leül, megeszi, és nem akar elmenni? Igen. És ott ül, és ül egy vadidegen ember a kórhába, és azt mondom, ízlett az ebéd, kedves, igen, akkor 400 forint, ez kifizeti. És akkor elkezd nézelődni, asszony itt honnan rákérdez, kicsit benéz még a hűtőbe, megmondom, hogy uram, megette, legyen szíves, távozzon. Hát feltérképezi, elnézést, elmentek kezet mosni, elmegy budira 10 percig, nem van a WC-be, kicsit rákapogsz, és nem tudod kirakni a lakásodból, és közben már sorok állnak, akik jönnének hozzád megenni a madártejet. Vagy megeszed az ízét, az eperkrémleves, és aztán mondja, amikor már elfogyasztottad az utolsó cseppet is, hogy ugye milyen finom, pedig a múlt hétet csináltam, hogy kétszer felforraltam azóta, úgyhogy baja nem lehet benne. Semmi gond nincs. Most hogy adóznak? Mert a nap szerintem már ugye már bejelentkezett 4 vaníliasodóra, 3 madártejre, hogy próbaevést rendeljen el, de hogy adózol? Bizonyos mennyiségig nem adózol? Hát most állítólag az van, még ugye nem tiszta a környezet, amiben működik a dolog, hogy állítólag 14 adag ételig. 14 adag. Na, 14. Naponta 14? Óránként 14? Egy héten 14? Ha? Mert hogyha azt mondod, hogy napi 14-et kiosztasz, és csak ad mondjuk egy főételél 1000 forintot elkérsz. Uh-huh. 1000 forint, az napi 14.000 forint, ha minden csak hétköznap megcsinálod, az 300.000 forint egy hónapban. És mennyi egy adag? Hát attól függ. Azt tette. Hát romlott, nem romlott, oda rakod egy rohadt nagy tálba izével 5 darab kanállal, akkor az most 5 adag? Hát a szabad áras. Vagy egy adag. Igen. Mi számít adagnak? Mennyi pénz? Mi van, ha én mondjuk elmegyek föl a negyedikre, ott ül mondjuk Ica néni, és megeszem az ő tojásos lecsóját, és a szalmonellás a tojás. Akkor mi van? Uh-huh. Akkor én visszamegyek Ica nénihez egy hét múlva, és brutálisat birkózunk a lépcsőházba, hát hogy bekerültem a kórházba. Nem mész, akkor még fekszel. Két hét múlva föl kell bárkodni, hogy meggyógyulok, felmegyek. És számunk, akkor kinek kiterhel a felelősség? Ja. Hol jelented? Én szerintem ez nagyon meleg. Jogos. Ez a valakinek a valamiért edd csak úgy meg, aki ezt csinálja, a gyerekek le a kalappal. Szóval, hogy ráadásként van egy felmérés, hogy a magyarországi ételmérgezések 65%-a, tehát a nagyobb része az a háztartásokban történik. Pont emiatt. Igen. Pont emiatt, mert ugye nem ismered a technológiát, nem tudod, hogy kint lehet-e még tartani a tojásos nokedlit, még egy órán keresztül ott maradhat-e a sütőben, vagy elteheted. Te azt fogod megvenni. Meleg. Azt fogod megvenni. Hát nem ellen, tehát azért ennél szerintem az embernek kicsit muszáj úgy igényesebbnek lennie, hogy ez a bárkitől bármit, ez szerintem nagyon meleg. Nyilván most ennek a rossz oldalát nézzük is, hogy nem akarjuk magát az applikáció gyártókat bántani, meg tök jó, hogy ezt csinálják, meg biztos ez egy jó kezdeményezés, csak racionálisan elgondolkodik az ember egy-két olyan kérdésen, ami ugye ilyenkor felmerül. Mi van, ha én nem engedem be, mert rossz külsejű, akkor kiöntöm a levélbedobón az eperkrémlevest? Igen, hát megmondod a mennyit kér, hölgyem? Két nem, 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 nem
mint ahol a mintákat igen? adják le, meg az eredményt adják ki, mondjuk az STK-ban, amikor a vízeletet adod le. És akkor lesz egy ilyen kis ajtó, egy lecsukható, és akkor kirakod. Vagy mint amikor a raboknak adják be a kaját. Szerintem kb. Ilyen lesz. Jó, igen, tételezzük fel, hogy hozzám bejelentkezik. Én csináltam egy tepsi mágiarakást. Én igen. el akarom adni. És bejelentkezik hozzám valaki, hogy ő elvinne tőlem 2 adagot 1000 forintért. Rendben van. Csöngetnek, kinézek a kis kukucskálom, és azt látom, hogy 2 darab 4 ajtó szekrény kis tálkával. Hát szeretném a mágia rakásért, és az egyiknek van a kezében egy feszítővas, tudod? Jöttek a mágia rakásért. Akkor kiadom neki majd, vagy lerakom az ajtó elé, vagy beengedem, igen. és azt mondom, végignézem, hogy megeszik a konyhában? Hát az a jobbik eset, ha elviszik, de ha azt mondja, hogy ez az applikáció azt nyújtja, hogy oda neked vendégül kell látnod, akkor nem mondhatod már azt, hogy ne jöjjön be. Jaj, elfogyott, mégis megette a gyerek. Igen. Haló, jöttünk a mágia rakásért. Nem, már elfogyott. Hát van még abból az a reggeluskából? Ez nem olyan arany, ez beérténnek csak a neve arany. Aranyat égszert átveszünk, nálunk csak aranygaluska van, nem, ezt nem úgy gondoltam. Tehát akkor elhitettem, hogy nem vagyok otthon, vagy leengedem neki a negyedikről egy ilyen kis befőtes üvegből az eperkrémlevesen, föl akar jönni, és nálam akarja megenni az eperkrémlevesen. Bárkit az ember nem enged be a lakásába. De mi tömeges betörések lesznek, úgy jöttem az eperkrémlevesért, és beengedi őket szép, Marika néz. Néni, aki nyomja ezt az applikációt. Hát azért ez nagyon fura. De volt már ilyen korábban ezek a lakáséttermek? Az más a sztori. Hát illetve nem más. Nem, ugyanaz. Hát ugyanúgy oda mennek, hát ugyanúgy hajálnak meg. Persze, de ott sem tudod, hogy milyen körülmények között, milyen edényekbe, hogy főzi az ételt. Aha. Szépen persze, megterítenek, kiviszik, stb. Volt jó, már csak ilyen. Ott azért többen vagytok, van egy vacsora, olyan vendégeket hívsz meg. Igen, nem, igen, ez meg egy kis kifőzde feeling. Igen. Egy kicsit. Szóval azért ez, hát így elsőre elég furának tűnik. És ezt magyarok csinálják? Igen, ez magyar találmány, és ha jól tudom, akkor pont a ízéből indult ki a taxis applikációból, vagy az ellentaxis applikációból, amiből szintén kiabálás van, és gyakorlatilag majdnem ugyanezek a szempontok miatt. Szóval, hogy tök érdekes, hogy az adózási szempont aha. van, akkor ott ugye, gondolom, hogy ugyanúgy értékelik a kaját, tehát én elmegyek hozzád, ugyanúgy értékelem, igen. kitöltöm, csak ha mondjuk nekem ízlett a mágia rakás, én beraklak téged ötösen, de másnap fosok egy hetet. Akkor visszavon oda. És én elmegyek, mert látom, hogy valaki 5 csillagot adott, de nem tudom, hogy utána a budin ült. Hát szerintem ez életveszély. Ez életveszély valakinek valamiért, csak így váratlanul megenni. És akkor mondjuk, hogy elnézést, a sonkategás nem csak pöndörödik a szinten. És ha már 5-en fekszetek a kórházban, ugyanattól a ízétől, sok a mágia rakástól, akkor majd oda fognak menni ahhoz, aki gyártotta, bekopogni? Vagy hol? Tehát, hogy hát az lesz? Hogy kinek a felelőssége? Igen, hogy hát mindenképpen a gyártó vagy a vendéglátó, tehát annak a felelőssége, aki azt a kaját adja, hogy számon kérhető, az már egy másik dolog. Szerintem bizonyos mennyiség alatt nem nagyon számon kérhető. Oké, és mit fogsz mondani? Bocsánat, ez itt egy magánlakás, ne haragudjon már. Hogy mi innen kaját elvittek. Ki vitt volna el? Ez az én konyhám. Hát jó, az lehet, hogy kártyár adatok alapján ott van, bizonyítják, tehát hogy az abban a formában megérkezett. Az nagyon jó, és azt fogjuk majd látni, hogy emberek esznek lépcsőházakban, tudod. Tehát, hogy nem érted, hogy hirtelen majd 1-2 év múlva, amikor ez az applikáció elszabadul, akkor miért eszik ennyi ember lépcsőházban? Azért, mert mentek innen-onnan vásárolni. Én nem tudom. Picit furának tűnik ez így első. Igen, ez az ételmérgezés cucc, szerintem ez meredek. Hát el kell várni, hogy minden hőkezelve legyen. Tehát gyakorlatilag bármit veszel, az flambírozva kell kérni. De tényleg megvan az a rész, amikor ott ül megeszi, és nem akar elmenni? Uh-huh. Tehát, hogy ott ült a kettem egy vadidegen emberre, tudod, a konyhában. És belakja a helyet. Jaj, de jó lesz! Lenőlnék ide a kanapéra egy órára. El is laknék itt magára. Egy jó presszót úgy meginnék, és ott akkor, hogy már megvetted, kifizetted, utaltak a kártya, megjött 400 forint mágiarakás, kicsit földobja a lábát, kér egy pohár vizet, és úgy azt érzed, mondjuk ott vagy te háziasszonyként, bejött hozzád egy pasi jelenő, hogy nem akar elmenni, kicsit elkezd stirölni, kicsit körbenéz a lakásba. 8 perc múlva úszik a csillaci, megnézheted? Nálunk kikapcsolták a jó pisszét száblatartozás miatt, igen. Szóval, hogy a fenébe teszed ki? Hát nem tudom, fogalmam nincs. Itt a beengedésről ír valaki, hogy mindenki értékel mindenkit, tehát te, amikor fogadsz vendéget, akkor meg tudod nézni a vendég értékelését. Igen, is, persze, hogy ő milyen? Nem kakil be. Ja, hogy a vendéget is van értékel, az jó. Tehát van. Jön hozzám Lajos bácsi, és normálisan eszik, normálisan használja a budit. Kicsi inkontinencia van, de gyorsan
gyorsan végez, nem marad tejfölös a szája, jól fizet, hamar elmegy. Elolvasom a jellemzést, és akkor beengedem. Aha, tehát van a jó vendéglátó és a jó vendég jellemzés. Nagyon jó. Érdekes. Hát ez nem az én világom, de szerintem ez működik. Vagy ez működhet ez az applikáció. Meg maga ez a startup. Tehát ez jó, jónak tűnik ebben a, ebben a formában. Na, ha már arról beszéltünk, hogy... De azért megvan, amikor a Lajos bácsit például minősül. Lajos bácsit nagyon udorja, nagyon kedves, nagyon dicséri fel. És az anyját, az te még írja jó. Hát rohadjam meg, ha a feleségem ilyen gulyást tudna. Még ma is vele vagyok. Azért az megvagy az egész. Megvagy a Viki, mondjuk vendégül lát tényleg egy ilyen Lajos bácsit, jövök haza a gyerekkel az óvodából, hónom alatt egy görög dinnye, tudod, sétálom be a lakás, és azt látom, hogy egy ilyen tenyeres tarpas Lajos bácsi, ilyen pokrács gulyás még nem vette, adjon már még egy szelet kenyeret, de jó segge van, de alá tudom a kollégát. 30 éve vagyok sarus a bábnál, de ilyet még az üzenük, hogy egyszer levettel abba még egy sárc, a sárc, mint adj bele a gyereknek. Úgyse tudja meg rá. Ki vagy te? Te vagy az Balázs? Jó, szeretem a műsorodat. Ki az kis tökébe? Ki ezt valamit, kis herceg, tudod? És azt látod, hogy valaki zabál a konyhában. Jogi, kifizettem rá, küldök még 400-ot, eszem még egy adagot. Jó, még egy hosszú kávét azért legyom, itt van a slapos, egy kicsit dusítok. És így állnék a konyhában, tudod, és mondaná Viki, hogy jó, hát jumberezünk, hát csináljuk. Csináljuk mi, sok lett a mágyarakás, 4 szeletet el kellett adni. Hát azért... Te formás vagy, te Niki vagy, mi van te? Na mondjuk ott már verekednék, aztán Beniképp fog meg a görög dinnyét. Apá, és egy tigris bukpencer így az asztalon mennék át, hogy azért kirakjam az embert. Igen, hát érdekes kérdéseket vetesz föl. Plusz a vállalkozók, akik mondjuk ebből élnek, megint ugyanúgy háboroghatnak, mint a taxisok, hogy te, hogyha egy éttermet nyitsz, vagy egy kifőzdét, akkor te ott az összes engedéllyel cseszekedsz, befizetsz mindent, az embereid itt elfizeted. Jön az ellenőrzés. Hol veszik meg a mágyalakást? Nyilván más, az én eladok 2 tál borsó főzeléket, az nem ugyanaz, mint amikor egy 60 asztalos étteremben főzök, nem? Biztos vagyok benne, hogy erre rá fognak menni. Néhányan így is. Mint ahogy a taxisok közül, azok, akik eddig fekete fuvaroztak, azok beszálltak az Uberbe egy csomóan. Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan lakásétterem, aki erre rá fog menni, és lesz 15 asztala. Nem. És valaki azt írja, töltött paprikát ne egyetek egykezű ember. Hát nem. Jogos felvetés. Hogy a fenne? Hogy csinálta? Íznik az étre? Vajon mivel segített? Igen, ja Isten, na nem humorizálunk. Azt mondja, hogy 7:30, 5 perccel, jó? Nézzük meg azt, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor valakit nem tudsz kitenni. Valaki Janka néni a szomszédokból. Igen. És biztos vannak hallgatóink, ha már erre kanyarintottuk a témát, akiknek van olyan rokon, családtag, barát, aki megérkezik abba a bizonyos vendégségbe, nem akar elmenni, nem akar hazamenni. És amíg nem van olyan üveg, aminek csavaros a kupakja, addig van. Igen. Tehát hogyan szabadultok meg hazamenni nem akaró vendégeitektől? Akkor vigyük ilyen irányba a témát, írjátok meg nekünk. Jó, család, barátság. Történet. A klasszik indulós kávé így van. Kinek van Janka nénie otthon a szomszédokból, és hogyan lehet megszabadulni az elmenni nem akaró családtagoktól, vendégektől? Jó? Hozzam a kabátot, mert kint hideg. Bizonyán, vannak jó mondatok. Jó, kitől hogy lehet megszabadulni vendégségben? Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt, 42 perce. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy új magyar alkalmazásról beszélgetünk. Inkább humorizálunk, és tényleg szeretjük azokat, akik Magyarországon vannak, fejlesztenek, jó agyúak. De tényleg nem akarjuk az alkalmazást bántani. Egyszerűen csak arról van szó, hogy ez elindult, és ez egy vadonatúj alkalmazás, ami arról szól, Feri ugye elmondta, hogy hát ha otthon főzöl, akkor ezt megoszthatod, eladhatod bizonyos mennyiségben, és értékesítheted az ételedet. Ugyanúgy tényleg, mint amikor valaki uberezik és elmész taxizni, nincs pénzforgalom, levonnak, átadják, és te el tudod adni az ételedet. Mi pedig nyilván eljátszottunk a gondolattal, hogy ez hogy néz neki a mi realitásunkban és a mi valóságunkban, hogy teszed ki a konyhából, hogy jössz rá, hogy valakinek a kajáját nem akarod megenni, ha már ott vagy, és rájössz, hogy milyen körülmények tényleg, között. Akkor mit mondasz? Hát akkor elköszönsz. Azt, akkor elköszönsz. Nyilván ugye itt pontoznak mindenkit, amiről beszéltünk, tehát nem lehet azért nagyon lyukra futni, és a dolog jó, de beszélgettünk egy kicsit erről az alkalmazásról, hogy lehet ezt tényleg kivitelezni, hogy mi hogy csinálnánk, vagy hogy jönnénk ki a dologból. És arról beszélgettünk, hogy ugye mi van akkor, ha valaki eljött az alkalmazás alapján, megette a nem tudom, paranyica sajtos töltött lecsót,
és utána viszont... Ó, szép étel lehetett. Igen, kovászos uborkával, almapaprikával. Akkor utána, hogy teszed ki, mi van akkor, ha jól érti magát, és nem akar elmenni? Kér még egy ételt, körbenéz a nappaliban, kicsit beszélget, használja a WC-t, elmen lezuhanyozni. Kaján pillantásokat vet rád. Igen, vagy a feleségedre, vagy téged stíről, az ugye még rosszabb. Igen, még mindig nyalogatja a száját, pedig már nem indokol. Igen, kérdezgeti, hogy mikor jön az a felesége, mert olyan jó lenne, ha nem rontanál ezt a pillanatot. És ültök ketten az asztal két oldalán. És ugye kértük a hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, és hogy... kellemetlen, és a csődben haladszik, hogy az óra. Tik-tek, tek, tek. Mikor jön ez a feleséged, Balázs? Nem tudom, Péter, miért kérdezed? Olyan jó ez a pillanat. Kár lenne, ha elrontanál. És így még innék egy málna szörpöt. Igen. Leöblíteném egy forró csoki. Íz lett az étel. A jelige forró csoki. De mi lesz a desszert? Hallottál-e már milyen bácsiról? Ki volt tegnap? Kígó? Ki volt tegnap a bácsi? Harpó szörnyi titka. Hallottam a Morning Show-t. Harpó szörnyi titka. Olvastad már Harpó szörnyi titka? Nekünk is lehetne egy szörnyi titkunk. Fúj, ne nyalogass már a szád. Ez te leszel ez a bácsi. Harpó szörnyi titka. Ismered a csoki vulkán receptjét? Nem, csoki szökő. Azt mondja, hogy nekem van egy barátom, aki némi alkohol elfogyasztása után csak annyit mond be, ha be akarja zárni a bulit, hogy elment az idő is. Ha nem veszi a lapot a társaság, akkor megkérdezi, hogy mondjam ennél udvariasabban, hogy húzzatok haza. Ugye, mert kértünk benneteket, írjátok be nekünk, mit csináltok azzal a rokonnal, aki nem akar hazamenni, hogy teszitek ki? Geri azt szokta mondani, feküdjünk, mert mennének. Aztán nálunk a mama mindig azt mondta, gyere fiam, menjünk aludni, mert már a vendégek is mennének. Ati küldte nekünk, így van. A sokadik óra után 5 éves keresztlányom közölte a szomszéd asszonnyal, hogy most már menjen haza, mert a kiskutya a helyére fekszik, olyan késő van, azt Ildi küldte nekünk. Nálunk az egyik kávézóban rendszeresen betették a takarodót a lejátszóba este 10 körül, finom jelzés, vettük a lapot, írja egy hallgató. Valamint vendégküldő lehet az is, anya, ha már kimész, hozz be, légy szíves a gyógyszeremet, amit lefekvés előtt 20 perccel kell bevennem. Ez Barna. Barna küldte nekünk. Igen, hát van az a vendég tényleg, akit baromi nehéz egyébként kitenni, akkor ezek a mondatok azért jól jöhetnek. De csak te lehetsz a hívást, mert ő jól érzi magát. Igen, hát jól érzi magát nálam. Jó a buli. Igen. Az anyósom egyszer belefutott, hogy a gyerekkel 3 órát monopolizott, azóta csak elkiabálom magam, hogy kisfiam, akarsz játszani a mamával? Ez jó. Ez jó. Igen. Jó, még az elindulós kávé, ugye? Azt én nagyon szeretem. Te vezetted be az országban. Azt én nagyon szeretem. Tehát az nálunk abszolút megy. Amikor már érzem, hogy meghal a buli, akkor én ezt így finoman bedobom. Főzhetek egy elindulós kávét valakinek, és akkor mindenkik finoman elkezdhet előcködni. Értik, veszik a lapot, és tudják, hogy az elindulós kávé azért nagyon, nagyon diplomatikus. De van, aki ilyen ráutal a magatartásokra a vendéglátó részéről. Volt egy kedves rokon a családban, aki rendkívül jól főzött, de nem annyira szerette vendéglátani a rokonokat, és ő például azt csinálta, hogy nagyon gyorsan hozta be a következő ételt. Tehát, hogy az történt, hogy még nem is fejezted be az előzőt, már tolta oda az asztalra a következő tálat, meg a következő tálat, meg azt is, meg azt is, meg amazt is, és gyakorlatilag egy ilyen vetisforgószerűen úgy kerültek fel az ételek, hogy a végén már 3-4 fajta étel volt az asztalon, csak egyél, aztán szedőszkedj és menj végre haza. Hogy minél gyorsabban egyél, annál gyorsabban tudsz hazamenni, hogy egyél. Van egy barátom, akinek a mizlik csomagolhatok is. Negyed órája vagyunk itt, hova csomagolnánk? Nekem van egy barátom, akinek a nagyapja konkrétan, amit már meséltem, elővette az ágyneműt, amikor ott voltak a vendégek, és elkezdett nagyon látványosan a nappaliba megágyazni. Fogta a kis dunyháját, kirázta, leterítette, fogta a párnáját, többször összenyomta, megforgatta, letette az ágyra, és akkor a vendégek érezték, hogy nagypapa... Papa elszúnyogál. Papa menne feküdni. És ha arra nem veszed a lapot, akkor semmire. Igen, meg papa megágyazott a nappaliba. A hálóinkben is egy kis szőkítő habbal a bajszát. Hajkötőbe. Persze, rád néz, rád kacsint, és kiveszi a fogat. Balákám, te maradj még egy kicsit. A nagypapa hamar elhagyjuk aztán. Na jó, hol van. Oké, jó, minden esetre gyerekek, mondjuk el, drukkolunk ennek az alkalmazásnak, magyar dologról van szó, reméljük, hogy siker lesz, világsiker, nagyon sok magyar startup cég van, akik jól csinálják, ez egy jó alkalmazás lehet. Szerintem talán ismerve a magyar mentalitást, ez külföldön jobban működhet, mint Magyarországon, barátságosabbak, titottak az emberek,
emberek, vendégszeretőbbek, bár a magyar is vendégszerető, de érdekes, hogy szerintem ennek külföldön van nagy jövője. De drukkolunk nekik természetesen. De eleinte tényleg menjetek biztosra, menjetek el a Borbás Marcsihoz, menjetek el a Rákóczi Ferihez, a Kovács Lázárhoz. Így van. Hát, hogy ilyesmi, a Búza Sanyihoz, mert ott azért lehet sejteni, hogy, hogy nem lesz kéthetes van a sodó, amit már háromszor forraltak. De ha én gluténérzékeny vagyok, mehetek a búzához? Szerintem mindig. Próbálsz, mert nálunk a Benny is, meg én is, meg a Viki is kicsit gluténérzékeny. Hát hogy menjek? Sanyi, ne arra, meghív a Sanyi vendégségbe. Balázs, nem gyertek át, Sanyi, ne arra, hogy gluténérzékeny. Gluténérzékenyek vagyunk hozzá. Hozzá sajnos nem tudunk át, mert a Feréke szívesen menik, Sanyi, nem, ne arra. A nejem gluténérzékeny. Na játszunk Kóven bácsival, Berülnénivel, már itt is van a hallgatónk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Szia Balázs, Robert vagyok. Itt a Jani is, meg a Feri is, csáó, hello. Szia! Szia Robi! Robikám, honnan hívtál minket? Gyárról. Gyárról? A raktárból. A raktárból? Igen. Vízműves raktárból, pontosabban. Miért van ennyire dár? Jézus Isten! Vigyázz a hátadat! Ott már támad a szél! Igen, ő már nem a kollégád! Atya, és te szél van, vagy? Hát ki voltok hangosítani, meg van itt meg pár ember, hát hogy tudnak segíteni, de visszarakhatom, ha úgy jobb. Nem rocsok, ez a fújtatás, ez fura ez zaj van. Igen. Picit így néha, ahogy veszed a levegőt, az úgy befúj. De lehet, hogy csak izgulsz, és van, emelkedett a szaturáció. Van esetleg egy olyan kollega közelben, aki géppel lélegeztet? Igen, meg... Vagyunk itt a 80-10. A hang alapján mekkora orjukaid vannak, mint a Vezúv krátere. És amikor levegőt veszel, a többiek kapaszkodnak minden. Vigyázzatok, kifújja! Próbálom úgy, hogy megtudtam. De szív, kapd el a kezem! Reggelű rántatós egy kicsit. Igen, az, amikor veszel egy levegőt, akkor 4-5 kollégádat ki kell szedni az orrodból. Na jó van, oké, mutatjuk, mit csinál Oven bácsi, Beru néni, figyelj. Igen. Így van. Beru néninek nagyon nem akarodzik a havi egy. Azért ez. Add meg magad, ez valami gépi disznó. Eddig nem lehet szenvedni. Beru néni, nem próbálunk. Nem csak mindig a misszionáriukhoz. Jó. Kicsit, ha rányomsz, azt mondja. Lazul a gyűrű. Borzott már vagy. Atya Isten. Na figyelj. Azt mondja, hogy igen. Mutatjuk, mit énekel, jó? Mi lesz ez? Ez egy dal lesz, jó? Aha. Rövid részlet jön, figyelj. Na, na, na. Ennyi? Így van. Nem olyan, mint hogy Csubakkát kasztrálták volna? A kasztrál Csubakka. Legalább a kultúrumot hagyjátok meg. Mondjad? Esetleg Edda. Edda, így van, Edda! Látom, nem legyünk itt egy pára, nem, úgyhogy majd elosztok a dolgokat. Egyik legnagyobb Edda dal, gyerekek. Igen. Szóval látja szállni a csíszajokat. Térdre imához, ahogy szokták mondani. Kicsit segített egy kicsit. Ki segített? Diszpécserünk egy kicsit segített. Diszpécser segített. Jól van, megvan az ajándékcsomag, hogy ügyik vagytok. Jó, köszönöm. Küldjük neked, jó? Jó, köszönöm szépen. Ciao, hello. Ciao. Belement végül is, Beru néni? Beru néni megadta, igen, Beru néni, igen, megadta magán. A diszpécserünk segített egy kicsit. Ki a diszpécsertek? A Slamovics István.
Hát ahogy csenget a pataki, hallom, hogy plusz melót kell vállalni. ott azért a patakon kívül mindenkinek másodállása van az zenekarban. Nem tudom, Halapi Pisti szórólapozik még reggelek. Csinálgatja a kerületben. Hallottam én ezt azt a zenekarról. Gyerekek, de azért ez a hűtlen, ez nagyon, nagyon megírta. Pataki írta, vagy csak a szövegét? Ki szerezte ezt a dalt? Tehát azért ez egy óriási dal. De még egy kicsit. Az első kettő azért az... Picit még nyomod, csak hallgassunk már bele, csak úgy a beszélgetés alatt. A szövegek vastagon a Slamótól jöttek. Igen? Persze. És a zenét írta Pataki? Nem, ő csak... Ezt tudom, jó. Hát nem folytasd. Nem, ezek az én közös munkák voltam. Azért ez egy jó, tehát ez egy, akkor, lehet, hogy azért, mert nekünk ez egy generációs élmény. Nem csak azért, ez zseni. Zseni, nem? Szóval ez egy jó dal. Ha szerelmes voltál, azért, ha kamasz voltál, igen, azért. Minden, lázadtál, akkor arra. Ennyi? Mi van, Zsűr? Szétcsúszottál. Ráaludtál. De ehhez egyébként kellett, tehát hogy kellett a Patakinak az énekesi kvalitása is, tehát hogy egy zseniális énekes volt mindig. Tehát, hogy ez a két ember, amikor összekerült egymással, a Slamo meg a Pataki, akkor egy csoda történt. Az első két album az olyan szinten 10 pontos, hogy az hihetetlen. Igen. Én mind a mai napig hallgatom őket. Kazettáról. Na ne, hogy neked még van kazettás magnód. Van. Tényleg? Van. Aha. Deck vagy két kazettás? És akkor berakod a kazettát? És hallgatod? Nem rázom a fülem mellett. Ceruzán pörgeted. És mit van? TDK, BASF, vagy? Ez nem is műsoros kazetta. Rendes, hogy hívják? Tényleg? Pepita. Vagy nem is tudom, hogy még az mi volt. Megvan mind a kettő kazetta. Egyébként megvan, természetesen CD-n is megvettem. Az ilyen dolgokat nem szabad letölteni, ezeket meg kell vásárolni. Zseniális mind a két album. 34 éves ez a dal. Atyaisten, de tényleg jó. Na jó van. Azt mondja, M3-as Gödöllőtől Álnyíregyháza felé több kilométeres a dugó, alig halad a sor. SMS-ben kaptuk, ha valaki tudja az okát, vagy ott vagytok, küldjetek el nekünk. Jó. Azt mondja, hogy az M1-es Budapest irányában Győr és Bábolna között baleset, rendőrök még nincsenek, nagy torlódás várható, aki tudjon, hajtson le és kerüljön. Ezt Gergő küldte nekünk. Ez a 101-es kilométernél van, úgyhogy vigyázzatok. Nagyon fontos információ a történelmi hűség kedvéért, hogy pont a hűtlenben nem volt benne a Slamó, mert hogy ez a Pataki Attilának meg a Zselenc Lacinak a közös szerzemény. Akartam mondani, hogy ugye? Azért ne kövessünk el tárgyi tévedéseket, gyerekek. 5 perc van, 8 óra, jövünk a hírek után. És most hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt pontosan. 8 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Jó, na, ennyit eddáztunk, gyerekek. Láttátok volna Janit, ahogy felállt az asztalra, és táncolt, és énekelt, forgatta, és forgatta, és rázta a fejét. A virtuális hajammal. A virtuális hajadal. Ha már ennyit eddáztunk, akkor nem maradjon senki, mert tényleg hiányérzet. Nem jó úgy beszélni valamiről, hogy nem tudsz egy dalt meghallgatni, a hűtlen lassú, viszont sokan kérték, mi is szeretjük. Egy kicsit gyerekek. Már ti is szerettek. kell az, egy picit csatlakozzon a zene ahhoz, amiről beszélünk. Úgyhogy ez csak neked. Ez már egy más kendra. De a másik kedve, 89-ben. Szeretjük, kicsit mindenki odalépett, lehet tombolni, igen. Ez Pepita kazettáról ment, Józsi kérdezi. Aj, de szerettem, jó volt. Jó, a fiatalságát idézi az ember. Osztálykirándulások, Edda, Hűtlen, Bonanza. Nem? Hát akkor ezek mentek. Valami véget ér. Házi buliban még lassúztál a csajjal, már kapcsolták fel a lámpát, menned kellett volna haza. Ő sem mert megcsókolni, te sem merted, fogtad a kezét, tudtad, hogyha most nem történik meg a dolog, sose fog megtörténni, és aztán persze. Nem merted megcsókolni, aztán a haverod meg levarta. Igen, és aztán jött a haverod félrelökött, és azt mondta, hogy debéna vagy. Te pedig logóra mentél haza, Istenem, hányszor jártam így, igen. Na hát, ezek szép történetek. Na! Az M7-esen a 133-os kilométernél mindkét irányba mérnek Tamás küldte nekünk, köszönjük szépen, vigyázzon mindenki. Ez az, gyerekek, beleborsóztam ebbe a számba, puszi, picur, küldte nekünk, Csabikám, ezt überelt, üzente valaki. Tamás küldte nekünk, szóval csak annyi küldött, kérem. Szerettem ezt az SMS-t is, kérem. Igen, ez volt az SMS.
Na, azt mondja, M7-es 91-es kilométer egy sáv baleset miatt Nagykanizsa felé, úgyhogy mindenki vigyázzon. Anna üzente, valamint az M3-as Gödöllőtől a Bagi csomópontig útépítés miatt csak szűkített sávokon járható, vezessetek óvatosan, ezt Kertészke is elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Gyulán az Ajtósi Albert utcán trafi van, Petya üzente, valamint M3-as Gödöllőtől áll Nyíregy felé több kilométeres a dugó, emiatt, amit az előbb mondtam, hogy ott nagyon dolgoznak. Útépítés miatt. Bizonyán. Szűkítik a sávokat. És közérdekű információ még egyébként a budapestiek számára, meg azok, akik mondjuk így Érden és környékén laknak, hogy az M7-es autópályán csütörtökön, vagyis ma ugye, megkezdik a beton terelő falak, valamint a korszerű acélszalagkorlátok építését, igen, és a fényvédelem korszerűsítését, úgyhogy ott lehet számítani arra, hogy ott szintén torlódás lesz. Bizony. Valamit. Jó érdés az M0-es csomópont térségében. Az nagy lesz szám hétvégére Balcsira menős. Mondjuk ez a visszafelé szerintem ez a Budapest a irányába. Bizony. Tehát, hogy erre azért fel kell készülni mindenképpen. Igen. Hát srácok, egy jó hétfőn vagy kedden esetleg. Fogunk egyébként nosztalgiázni, most pont az Edda számról jutott eszembe, mondjuk ez nem volt annyira kellemes számomra ez a fajta nosztalgiázás, de megyünk majd a családdal 20-án. Kőbánya, Barátságpart, Bilkavitány. Augusztus 20, az az ünnepi program. Tényleg az abszolút klasszikus. Ez a május elsője feeling, de tényleg. Kőbánya, Barátságpart, Deagdil. Oda mentek? Aha, de Móni kőbányai lány, ugye, őt már az édesanyja is elég fiatalon elvitte, már nem az édesanyja volt fiatal, hanem Móniék voltak fiatalok, amikor hordta ki őket oda a szabadtéri koncertekre. Hát sajnos nálunk már nincsen erre lehetőség, nálunk is volt annak idején, egy kis ifjúsági park Lőrincen, a Steinmetz gimnázium előtti térségben. Én is egyébként érdekes módon életem első koncertje szintén egy Deagdil koncert volt. És akkor mentek kicsit nosztalgiázni? Persze, kimegyünk együtt. Úgy van. Virág is megy, ő is? Rászom? Aha. Kivisszük, megnézi majd. Így van. Az jó. Egy gyerekkel már a közös koncertélmény az, amikor már tényleg érzed, hogy kezd felnőni a gyermeked. Nem? Az egy jó dolog. Na, ha te már hoztad ezt a kis étkezéses, kajálós, Marika néninél vaníliasodó evős, mágyarakásos dolgot, akkor ki kell jelentenem, megvan gyerekek, miből fogunk megélni. Ha esetleg nem lesz már rádió, a vállalkozást én intézem, de beveszlek benneteket ügyvezetőnek, hát, nagyon jó alvállalkozónak, végre, beszállítónak, Kültagnak, beltagnak, tulajdonostársnak, bárminek, mert megtaláltam. Aha. Megtaláltam, miből fogunk megélni. Gondolom teljes körű anyagi felelősséggel. Teljes körű anyagi felelősséggel. És leszel az ügyvez, az visz mindent. Abszolút, én csak csendes társ leszek, úgyhogy senki ne találjon rám sor. Szóval megvan. Megvan, hogy miből fogunk élni, mert hogy Amsterdamban évek óta működik, és most fogom behozni, lefoglalom, levédem, és már szerintem két hét múlva nyitunk is. Működik. Álljak a kirakatban. Nem, ennél sokkal jobb, hát az a piros lámpás negyen, persze. Nem, ennél sokkal jobb, működik egy edzőterem, ahol kizárólag pucéra lehet súlyt emelni. Nagyon jó. Nem már. Nagyon ahol jó. Ahol kizárólag pucéra lehet súlyt emelni, és terjeszkednek nemrég, Madridban is megnyitották már a mesztelen edzőterem. És akkor érted, Amsterdam, Madrid, ért. Úristen. Naked gym. Megnyitjuk a Naked gym-et, így van. Nem tudom, hogy mekkora sikere lenne, de azért gondolkozzunk el azon, hogy hogy menne ez. Én nem akarok hogy a Feri mellett állni a taposógép. Nem, szóval, hogy basszus, ott egy felvétel. Mutatom nektek a videót, így van. Jó. Ott van, emberünk már beállt kardiózni. Ha pillantást vettek a másik monitorra, ott is lehet látni. Ez a... és van a naturista. Közelítőgép. A naturista. Naturista gym. Így van. Annyiról szól a dolog, hogy totálisan mesztelenül mehetsz be. Emberek, nők, férfiak, mesztelenül nudizva gyúrnak. Húzockodó gép, hátizomgép, evezőgép, kardiógép, mindenhova viszed a kis törölköződet, leteríted, és mesztelenül. Az gyerekek, a baj, ahogy látom, leginkább férfiak. Na itt van ez a tárogatógép, érted? Uh-huh. Hát most akarod látni, hogy te ott mondjuk
hogy hívják, ez biceps ezzel. Igen, vele ilyen, szembe. Vele szembe, és jön valaki egy habcs, és tárogatja. Nem, Feri, én nem bicepszezek vele szembe, hanem én neki háttal, hogy hívják, a combicepszemet dolgozom meg fekve. Ő pedig szemből azt nézi, amit nem, egyből a rossz dolgot fogtátok meg. Egyből a rossz dolgot fogtátok meg. Nem értitek. Mi a jó dolog? Egyrészt, hogy nem olyan edzőtermet csinálnék, ahol csak és kizárólag férfiak vannak. Tehát ez a dolog, ez koedukált lenne. Tehát ne arra gondoljatok egyből, hogy egy fekete Laci testméretű ember ül a tárogatógépen, és combtárogatást végez, miközben te egyébként végezzél a kis biceps gyakorlatodat vele szemben, de nem tudsz máshova nézni, nem erről van szó. Van egy haladó típusú hasizom gyakorlat, ezt szeretném mindenképpen majd a te abszolválásodban megtekinteni, amikor egy ilyen kis csizmát kell felhúzni mind a két lábadra, amiken kampók vannak, amiket beakasztasz fönt egy állványba, és fejjel lefelé kezded el csinálni. Ja, és úgy hasazol. Úgy hasazol. Hát, és nem 6-ot, hanem 12-t mutat. Mutatód. Hát nem, hát úgy 6-ot mutat, hát esik veled lefelé. Ja, olyan értelemben igen, persze, az 6-óra. Ha 12-t mutat, miközben te lógsz a falon és hasazol, akkor erős izgalmi állapotba kerültél. Nők is jöhetnének. Ledobod a ruhádat, és mindenki mesztelenül edzi. Aha. Felszabadultad. A szabadság, mi már megint? Ahogy bemész a szaunába, és ott is ugye mesztelen vagy, és az jó leső érzést ad, hogy ledobhatod a ruhádat, és nem kell mint a fürdőgatyába szaunázni, szerintem az emberek nagy többsége ezt utálja, magad köré tekersz egy szauna lepedőt, elmész mesztelenül edzeni. Gyerekek, meg vagyunk. Ez itthon. Ez. Már mesztelenül állnának az utcán sorba, hogy bejutassanak. Az biztos is. Az érdekes, mert én úgy tudom, hogy ez a terem is koedukált. Koedukált, így van. Na most csak férfiakat mutattak ebben a dologban. Igen. Plusz most megvan a kép, ahogy mondjuk letekersz így levezetésként egy fél óra nagyon komolyat egy ilyen bringán, majd leszállsz, és jön a következő. De török között, aláteszed a török között. Tehát aláteszed a török között, persze. Tehát higiéniai szempontok alapján azért ezeknek meg kell felelni. Viszed a kis zöld színű török közödet, mondjuk lerakod a fekvenyomópadba, kicsit megjelsz, belenyomsz az 50-be. Utána átadom neked a helyet, elveszem a török között. Hát kultúrált a helyeken most is visznek török között, nem? Persze. Tehát viszed körbe a saját török között. Teljesen egyértelmű, meg hát a legjobb helyeken, meg, vagy a jobb helyeken meg adnak is ilyeneket. És, de gondolom, nem csak kondigépek lesznek, hanem ez egy komplex edzőterem. Például zumba órák is. Zumba óra, astanga jóga, hatha jóga, bikram jóga, amikor betekered magad egy fóliába, és a plusz 40 fokos teremben jógázol. Itt minden lenne. De szigorúan arról szól, hogy a recepciós is mesztelen, a személyi edző is mesztelen, tehát nem tűröm el, hogy valaki ruhában legyen. A beérkezőket, kimenőket pedig külön folyosón engedjük az öltözőbe. Az öltözőbe te már csak mesztelenül tudsz majd kilépni. Ez egyik ABTV csatornán konkrétan 2 nappal ezelőtt láttam egy ilyen kis edzést. A következőről volt szó benne. Egy nudista közösségben szeretett volna értékesíteni egy házat, egy ingatlan kereskedő kiscsaj, és ezért ő mindent megtett. Például azt is, hogy elment a potenciális vevőkkel egy kalanetik szórára. Egy nudista kalanetik szórára, hát ilyen kis nyújtás, lazítás, hogy hívják ok, bent a teremben, laticelek szépen leterítve, és utána pedig jöttek a különböző pozitúrák. Ami, minden. Lábemelések, lábnyitások, lábzárások, stb. Végig csinálta az egész, és folyamatosan lehetett hallani, nem, ezt nem fogunk bírni, nem, úristen, még van 1/4 óra, ezt nem akarom. Nagyon nem. Kellett a pénz. És ott is ugye nők, férfiak vegyesen, természetesen, és egy olyan kis közösség volt, ahol például a kertvárosi részen fényes nappa is úgy sétált mindenki, ahogy a jóisten megteremtette Ádám, illetve Éva kosztümben. Na most nézzük akkor tényleg visszatérve a konditeremre. Nézzük, mindenki volt már konditeremben. Nézzük azokat az élethelyzeteket, amikor és azért nem jó azzal szembesülni, a pillanatra komolyra fordítjuk, nyilván az ember nem akar ilyet nyitni, de elgondolkozol és kicsit elborzadsz, hogy vannak, akik ezt igénybe veszik, hogy milyen élethelyzetekkel találkozol te konditeremben, amikor is például elmész és valakitől segítséget kérsz, odáll eléd fölé. Tehát tételezzük fel az első szituációt, mindenki mesztelen. Elmész egy konditerembe, mikor nem jó mesztelennek lenni? Kapásból tudok mondani 3 olyan élethelyzetet. Nagy klasszikus, ugye, amikor például mondjuk egy felmenést csinálsz mondjuk a fekpadon, utolsó széria, a legnagyobb súly, néhányat kell csak bele nyomni, de valakinek a segítségére szükséged van, hogy lekíséri a súlyrodat, és odalép hozzád. Ugye? Értem, erre gondoltam. Rezső az erő. Na várj, körbenézel a terembe, ugye mi történik? Te ott ülsz a fekve nyomás, amik 80-nal szériázol, föltetted 90, 8-akat nyom,
nyomsz, és érzed, hogy az egy utolsó... Egy csúcsa végén még belefér, nem? Kicsit túlnyomod a nyolcat, vagy tizet nyomsz, vagy az utolsó három nemes segítséget kell kérni. Ne szakadjon már rád. Aki nem jár konditeremben, azt tudja, hogy ilyenkor körbenézel a konditeremben, de ugye tételezzük föl mindenki messze, ott van Gábor, Béla, Józsi, és hát nincsenek nagyon csajok. Megkopogtatod valakinek a hátát, aki veszeled, mondjad kicsi. Igen, megfordul, és tényleg ő, Rezső az erő. Szia, szia, Jani vagyok, téged hogy hívnak? Rezső vagyok az erő. Szeretnék százba belenyomni árat, odállnál nekem segíteni? Persze, hogy az úr is többet állnék már. Oké, következő történik. Lefekszel a fekve nyomópadra. Alattad van, aki nagyon pedásan elhelyezett zöld töröl között, igen, ugye? Neki készülsz, és megfogod a fekvenyomó rudat, magadra emeled. Emberünk igen, még egy kicsit távolabb áll a te fejedtől, mert tudod, hogy az első négybe te még simán belemész. A rudra koncentrálj, kristáska. Arra koncentrálok, csak érted. A Rezső bácsi. Majd a következő pillanatban, ha Bali ugye mesztelen konditermet üzemeltet, és ti ezt erőszeretettel látogatjátok majd, nem megyek oda neked segíteni, hanem kaján mosolyjal az arcomon végignézem, hogy az utolsó háromban már nem tudsz belenyomni, ekkor jön Rezső az erő, és föléd áll. És föléd áll. Úgy, hogy ha te fekszel és voltál már fekvenyomó padon, tudod, hogyha fölnézel, akkor mit látsz? Ha egyenesen nézel, az arcád látod, aki azt mondja, hogy gyerünk, meg tudod csinálni, és kicsit alányul a rúdnak és emeli. Ha van benne humorosság, és egy kicsit nézel, akkor közelebb áll a fejedhez. Igen. Te fölnézel, de nem, már beárnyékolják neked ugye az ötőtelmifényeket. Rezső milyen? Figyelj, mert Rezső az erő komolyan veszi. Komolyan veszi, ő, érted, ő póveres, ő nem bolckodik, jár az edzőterembe, ő edzeni. Ő nem azért fog odaállni hozzád közel, mert hogy zavarba akar hozni, ő azt akarja, hogy koncentrálja a gyakorlatra. Egy igazi nudista nem törődik a testiséggel, nem lát bele más, nem szól más. Kis hülye. Te pedig először vagy a Bali fitnessben. A Bali naked fitnessben először vagy. Odaállsz és nagyon nyomod. Rezső pedig ugye mögéd áll. Mit mondasz? Mit mondasz? Nagyon mit mondani már nem tudsz, mert nem jön ki belőled hang. Rajtad van a 80, még bele kell nyomnod 3-at. És akkor finoman érzed, hogy Rezső elnéz jobbra. Sziasztok, jövök mindjárt, ezzel kicsit belegyez neked. Ugye? Tehát, hogy azért ezt képzeljük el, hogy csinálják a madridiak meg az amszterdamiak. Nem értem. Hát, nem értem, hogy én értem a nudizmus lényegét, de azért ez egy kicsit túlmutat. Érted, mert ahogy Rezső az erő mögéd lép, én abban a pillanatban 3-at beletolok rögtön. A 100-ba pedig egy is lejezem ment még a múlt hét. Hogy minél előbb megszabaduljak ettől a kellemetlen érzéstől, hogy ott van. Tehát igen, motivál a dolog. Ott van kis Rezső. Ugye, mert ha csajok is vannak, akkor nyilván próbálsz csaj segítséget kérni, de nem kell a 80 kilóba emelni, csak kicsit rá segít. Bár ritkán állítod az ember a fekvenyomó padhoz csajt, hogy segítsen, mert szörnyen megalázom. De ott van Rezső az erő. Így van. Ugye? Hogy két hatalmas kettlebell-el. A lába, igen. Istenem, igen, szóval én értem, meg jó dolog, meg a madridiak, meg... És ráadásul ne pimmeli az acsit. Egyre többet beszélünk erről, egyre jobban elmegy ettől a kedvem. Nem ebből fogunk megélni, ezt még nem gondoltam át. Egyelőre még Bali Fitness nem nyílik meg. Fordíts rajta, mi van, ha jó meg a Bali Fitness. Be például? Ha jó nő jön be? Ha nagyon jó nő jön be. Nézd, akkor megkérdezed, hogy kell-e segíteni a googolásnál esetleg. Ugye, mert hát ott rúd van a nyakán, elkezd vele googolni, te egy kicsit odaállsz, próbálsz segíteni. Vannak olyan gyakorlatok, amikor azért így szívesen segítesz mondjuk egy nőnek, nem? De hát azért eleve ez csak Madridban és Amsterdamban is a hírek arról szólnak, hogy inkább férfiak látogatják ezeket a termeket, a nők kevésbé nyitottak arra, hogy mesztelenül gyúrjanak. Nem jó, nem vagyunk meg. Nem, egyre többet beszélünk róla, egyre jobban érzem, hogy ebből nem leszünk. Ebből nem leszünk bent a 100 leggazdagabban. Ugye? Hát illetve a kellemetlen lények kioltják a kellemeseket. Hát, ha nem jár lenő, akkor igen. Akkor milyen élethelyzetek vannak még? Húzockodnásnál is oda lehet állni valaki, csak akkor lábat fogsz, ugye? És hogy jön el a lábok? Ugye valaki, ha nem tud hátra húzózkodni, az ugye visszahajtja a lábát, odaállsz, te pedig alá teszed ugye a kezedet, ha nem tudja egy padra letenni, és egy picit ugye a kezeden támaszkodik, és úgy próbál húzózkodni. Az se túlságosan szerencsés. Nincs jó élethelyzet. Nem. Nincs jó élethelyzet. Nem. Nem működik. Hát meg ugye ott vannak a klasszikus női gépek. A combközelítő, comb távolító izmak, stb. Tehát, hogy ezek nem. Nem vagyunk meg. Mászó termirészt írja valaki, hogyha esetleg van belőle, és alulról te nézed, mint biztosító. Én láttam már konkrétan egy ilyen erotikus filmet, ami egy mászóteremben játszódott. A hölgy, aki a főszereplője volt a mozinak, egy szál beülőben használta ugye a terem adta lehetőségeket, és hát ugye a beülőtáv is használtak, volt egy olyan pontja a filmnek, amikor a kötelet, amivel biztosította a falmester a hölgyet, azt kikötötte, és a hölgy egy ilyen, a földtől, mint tudom én, egy méteres magasságba elkezdett lógni, és akkor
És elröccött. Igen, és akkor megtörtént. Na jó, visszavonulunk, átgondoljuk a vállalkozást. Nem leszek beltag, se ügyvezető, semmi. Ezt te viszed. Ez egy balesetes üzem le. Te rakod bele a törstőkét, én ebben nem szállok bele. 6 perc múlva 8:30, jövünk vissza mindjárt. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Hát visszagondoltunk, átgondoltuk, gyerekek, nem. Jó, Janinak kicsit csillogott a szeme. Jó, elsőre jónak tűnt, Madrid, Amsterdam után, Bali Gym. Gyertek, gyújjunk mesztelenül, csajok, pasik, de nem, Rezső az erő. Picit elvette a kedvemet, hogy be akarok bajba lenni a fekvenyomásnál egy ilyen edzőteremben, tehát nem vagyunk meg. Át kell gondolnunk, nem, egyelőre nem vagyunk meg. Ebből nem leszünk nagyon gazdagok, úgyhogy visszavonultunk kicsit, átgondoltuk, átszerveztük a vállalkozásainkat, ebből még nem vagyunk meg, igazán. Jött egy-két SMS, azt mondja, hogy mi van, Rezső, becsületes és térdből veled mozog fekve nyomás közben? Ugye, hát ha nagyon kell emelni, akkor kicsit ő lejjebb megy, mert nem tudja, hogy hol kell besegíteni. Igen, Csaba, úristen, vizuális alkat vagyok, elég, hagyjátok, abba írta valaki. Sok smiley jelen, nagyon jó, Bali Fitness, könnyesen rögtem, magam nem tudok vezetni. Igen, hát hangosan gondolkodtunk, de hát nem jöttünk még rá jó megoldásra. Ez egyelőre, ez a Naked Gym, ez egyelőre nem jó ötlet. Elsőre jónak tűnt, gondoltuk, Madrid, Amsterdam után csapjunk bele, de átgondolva nem. Ha a csajok ezt hanyagolják, csak pasik, az nem elég jó. De az nem elég jó vizuálisan. Viszont nyilván nagyon sokan jártuk edzőterembe, és mindenhol van egy-egy extrém arc. És hát róluk ódákat lehetne zengeni tényleg, aki a tükör előtt nyögve biceps pózban feszít, aki csak zokniban, kisgatyában edz, aki üvöltve pózol, aki olyan büdös, mint az állat, aki minden nap ledobja magát a futógépről, mert nem találja a stop gombot, és kilövi a futógép. Ugye mindenhol megvannak az extrém arcok. Aki teljesen egyértelmű funkciógépeket újraértelmezi, és új funkciót ad neki. Igen, nem arra használja a gépet, amire kell. Küldjétek el nekünk, jó? Azt az egy arcot, akivel ti együtt edzetek, együtt gyúrtok, együtt jogáztok. Itt nem csak konditermekre vagyunk kíváncsiak, tényleg csajok is írjanak nekünk, hogy aerobikoznak, fitnesseznek, jogáznak, kismama tornán vannak, és a nő olyanokat csinál, hogy nem hiszed el. Ki az az egy arc, akivel edzetek, és mit csinál, jó? Hát szerintem tényleg minden konditeremben van ilyen, ebből könyvet lehet írni. A konditerem típusok. Kivel edzetek, jó? Ezt küldjétek el nekünk, aki hát valamiért szóra érdemes, és valami olyat csinál, ami megmagyarázhatatlan. 9:50, egészen pontosan SMS számunk 06-745-00-00, jövünk a hírek után. Kilenc lesz, pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Klasszon, és láttunk valamit az egyik kereskedelmi csatornán, ami most kicsit meglepett bennünket, hogy arra beszélgettünk, ugye, hogy mesztelen konditermet kellene nyitnunk, mert hogy Madridban és Amsterdamban már óriási siker. Végigvettük a lehetőségeket, rájöttünk, hogy nem biztos egyelőre, hogy ezt a konditermet nekünk meg kell nyitni. Ráadásul a tapasztalatok alapján Madridban és Amsterdamban is sokkal kevesebb nő látogatja, mint férfi. Sajnos. Tehát koedukáltat szeretnénk, de csak férfiak lennének. Elsősorban azért nyitnánk, hogy legyenek mesztelen nők is, és tényleg mindenki élvezze a látvány. Pasik, csajok is jól érezzék magukat, de visszavonulót fújtunk. Még egyelőre. Erre nem kell céget alapítani, jó? Nem. Tehát még egyelőre ne. Jó. Ne menjünk. Jó. Ne menjünk sehova. Ma még ne hívjátok a könyvelőt, ügyvédet, nem csinálunk céget. Viszont arról is beszéltünk, ugye, hogy akik edzeni járnak, jogázni járnak, konditerembe mennek, fitnesseznek, spinningelnek, tényleg bármilyen testmozgás végeznek, ott mindig van egy-két csodabogár, nem? Aki kicsit máshogy edz, máshogy vesz igénybe a gépeket, fújtat, röfög, feszít, zokniban van, és hát oda nem illő dolgokat csinál. Minden konditeremben van ilyen. Főleg, ha nagyon menő helyre jársz, ott jönnek ugye a menő arcok, zsúszkulcsal, kizárva, menő csajok, menő pasik. Ha kicsit szakadtabb a terem, akkor ott van egy-két őrült figura. Tehát mindenhol vannak karakterek. Minden edzőteremben. Legalább egy, nem? Egyértelmű. Egyértelmű. Aki végig issza, eszi, telefonálja az edzést, hangosan egyszerűen fejrétúrmixsal, egyszerűen valami izotóniás itallal, telefonálgat közben, nézegeti magát a tükörbe, egyetlen dolgot nem csinál. Edz. Nem edz. Nem edz. Egy percet sem. Engem. Hát jártunk mi együtt gyúrni. Tudod, hogy ki az, aki nem edz. Csak dumál, és röhög, és telefonál. Ez kicsit én vagyok, igen. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Nem járok terembe, de ha járnék, biztos rajtam nevetne mindenki, írja Kinga. Kingának kevés az önbizalma. Valószínű. Nem? Nem foglalkoznak veled. Tehát, hogyha rendesen dolgozol, akkor a kutya nem foglalkozik veled. Tehát pont azokkal az emberekkel nem törődnek, akik azt csinálják az edzőteremben,
amiért az edzőterem van. Nehéz. Sportolnak, edzenek. Persze, csak nehéz lemenni, úgyhogy kezdő vagy, hogy nem tudod, hogy kell használni, nincs segítséged, látod, hogy mindenki ki van gyúrva, mindenki jól néz ki, mindenki nagyon nagy darab. Hát meg sem is úsz, kicsit, hogy belépsz, és igen. Azok a tekintetek. Kicsit szorongva. Hogy te hülye. Bármikor jártam edzőterem, én nem szeretem, mert nekem kicsit passzív, vagy nem tudom, a mozgalmasabb dolgokat szeretem. Kicsit szorongba lépve az ember, nem? Tehát nem vagy kigyúrva, nem nyomsz bele a százba, nem mindegyik gépet tudod használni. Kicsit alibizál, ott eljárkálsz, dumágat, de valahogy sose tudtam én se rákattani, nem? Nem az én világom. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló! Sziasztok! Hello! Ciao! Hello, Robi! Szia, Feri vagyok! Feri! Várj, miért látok? De legyek Robi is! Mert most annyira... Robi még úgyse voltál. Kicsit később jönnek meg az üzeneteim. Feri, hello! Te 9 évig... Szóval Feri, Robi még nem voltál. Igen, 9 évig edzőteremben dolgoztál? Nem, az a saját edzőtermem volt. Saját edzőtermed volt. Na hát akkor neked van egy-két karakter, gondolom, aki megmaradt. Hát erről könyvet lehetne írni egyébként, mert néha úgy voltunk vele ott a kollégáimmal, hogy azon röhögtünk, hogy valahol biztos kiírták több táblára a városba, hogy ma csak hülyék jöjjenek. Tehát van napok főleg, amikor belefutsz olyanokba, hogy... És hát nyilván tisztelettel bánsz vele, hiszen megtisztelt téged azzal, hogy a te edzőtermedbe edz, és ezért óvatosan is fog fogalmazni, hogy kiről milyen sztorim van. Mindenesetre van sokféle. Na, hát akkor lassunk meg. Az egyik kedvencem, az egy olyan úriember volt, aki sokszor éve edzett, aztán sokáig nem, de úgy gondolta magára, hogy mindig az, aki régen volt, és hát nagyon pöfeszkedve fújtatta, mozgott mindig az edzőterembe, fölpakolta a fekvenyomó padra, mint egy 140-150 kilót, és elkezdett sétálgatni. Fújtatott, rázta a kezeit, mint a nyújtana. Egy idő után nyilván valakinek útba volt a fekvenyomó padon 150 kiló, és megkérdezte beleszóval nagy tömegbe, hogy ki van itt a fekvenyomó padon? És hát én vagyok, van még ott átérjem, hagyja csak. És akkor utána megint sétálgatok tovább, néha megfogott egy kis súlyzott falból, aztán egy harmincból megint valakinek feltűnt, és ismét elhangzott a kérdés, van még valaki, jó, még itt még valaki? Vagyok még, hagyjátok a súlyt, hagyjátok, még van benne pár szériám. Feljátott egy 3-4 órán keresztül, aztán ment haza. Nagyon kedves úr, ilyen jókat tettem. Lehet, hogy valami intim viszonyban volt a fekvenyomógéppel, nem? Vagy érzett iránta, féltékeny volt rá, nem engedte, hogy más oda feküdjön. Lehet. Lassabban regenerálódott. Volt olyan, akinek olyan lábszaga volt, hogy szerintem hasonlót kerestek az amerikaiak Irakban annak idején. Egyszerűen nem lehetett megközelíteni 10 méteren belül, és hát ugye nyilván mindenki jött hozzám, hogy hát valamit mégis neked kéne mondani neki, hogy csináljunk majd. És ráadásul egy ilyen 2-3 számmal kisebb strandtapucsba edzett ilyen full ápolat a lábkörmét, egy csodás látani jót. És... Máz magos strandpapucsban. És akkor azért próbáltam neki mondani, hogy ez jó lenne, ha sokkal jobb egy magas szárú sportcipőbe edzeni, mert hogy tartja a bokát, meg esetleg mit tudom én, kicsúszik a lábot, veszélyes itt az edzőteremben, de abszolút nem vett az adást, tehát amíg ő oda járt, addig ezzel küzdöttünk ezzel az élménnyel, hát nyilván nem kötelezhetett az embert lábmosással. Hát igen, vannak. Csajokból voltak érdekesebb karakterek? Csajokban volt egy nagyon aranyos, nagyon kedves, nagyon szép lány, elég egyszerű szoftverrel, és az öltöző szekrény használatát másfél évig tanítottuk neki. Tehát azt értem, hogy nem mondtuk. Te jó arc. Mert mit nem értett? Megfogod a kulcsot, bedugod az árba, ha nem megy be, akkor nyilván fordítasz rajta egyet, és úgy próbáld bedugni. Onnan kezdve vagy jobbra, vagy balra. Tehát ennyi volt a szekrény, tehát ennyi borzasztó bonyolult szerkezet volt. Ezt másfél évig tanulta a kedves, de aranyos voltam úgy. És másfél év után föladta, vagy megtanulta? Nem, megtanulta, csodák, és sok évig járt hozzánk. Akkor volt egy kedves sztori, az kedves, inkább vicces, vagy néha szomorú. Egy úriember, aki elhozta végre a problémás lányát, aki enyhén kicsit bicegős lábú volt születésétől fogva, és valószínűleg ezért kicsit elhízott, és nyilván problémás, hát mire egy ilyen valaki bejön az edzőterem, az önmagában eredmény. Végre szegény rászánta magát, apával eljött. Első edzésnap, apa ráül a teremkerékpára, ott ugye a karjúgépre elkezdi tekerni, mögötte, a háta mögött a lépcsőzőgép, oda feláll a lány, és hát az első nyomásra, amikor lenyomta az egyik pedált, hát akkor, hát hogy mondjam, tehát sikerült neki szellenteni egy jó hangos keményet. Ezt sokan írják, hogy ez jellemző. Irgalmatlan zavarba jött, hát amúgy is zavarba volt, és a társ mellette nyilván nem röhögsz, hát de próbálsz, hát borzasztó vicces a sztori, hogy akkor is ott. Erre apa mit csinál, hátrafordul, és ráordít a lányára. Ez most te voltál? Most tényleg te tényleg voltál? Hát az edzőteremben vannak ilyenek, igen.
Köszi, hogy elmondtad ezeket, ciao. Köszönjük szépen, hello. Ciao, ciao, ciao. Szia, mondjuk azért valljuk őszintén, az nem is edzőterem, ahol nincs puki. Persze, hát ez rengeteg hozzátartozik. Ez abszolút. Igen. Ez picit olyan, is kihagyja. Igen, ez olyan, mint amit tudom én, a tökfőzeliknél a rántást. Kell. Hát érted, ez van. Nálunk edz egy körülbelül 65 éves, és mindig hoz magával két kis zsákot, amit rátesz a francia rúdra, és úgy bicepszezik. Valaki megkérdezte tőle, hogy mi ez? Ő elmondta, hogy anyacsavarok vannak benne, az a plusz súly. De nincs arra, ott nincsen ilyen plusz súly. Hát nem ők így nyomja, hát lehozott két zsákot. A megszokás a robja volt. Igen. Konditeremben dolgozom. Minden reggel 6 órakor pontban nyitásra megjelenik egy 60 körüli úr. 9 óra előtt egyetlen alkalommal sem távozik. 3 órán keresztül nem létező gyakorlatokat csinál. Igen, csak hangos fújtatás kíséretében. Komolyan veszi a hőségriadós figyelmeztetést, 3-4 liter folyadékot közben simán leküld. Ez Sanya küldte nekünk. Ez mondjuk tök jó. Hát most ilyen 60 fölött már nem fogja megtanulni, hogy kell rendesen gyakorolni, de sportol. 3 óra. 3 óra. Nem létező azért, nem, amikor látod, hogy valaki tényleg valami nagyon furát csinál, és nem odaillik, azt úgy hirtelen nem tud hova tenni. Úgy hívtuk Nikoflex, írja egy másik hallgató. Nagyon lassan mozgott, falatnyi futónadrág, trikó, kombó, fújtatós melegítés. Úgy bekente magát mentolos krémmel, hogy mindenkinek fújt a könnye. Az megvan, tudod, valami az a krémek, ami nagyon jó illatuk van, én szeretem, nagyon jó illata van, csak hogy hát tényleg ott van. Abban is van olyan, ami elviselhető, de hát ott vannak a nagy klasszikusok, a Nikoflex, meg a Bajolin, aki azzal kenegeti magát, hát amellett nem lehet megmaradni. Ott nem akarsz oda menni arra a padra. Igen. Nálunk volt egy srác, lejött a teremben mobil a kézben, full márkás szuszba, a sluszkulcs láthatóan a kezébe, bejön, köszön, 2 perc után telefonnal a kezében sétálgat, és hangosan kommentálja. Ja, nem vagyok gyúrni. Igen, tudom, ma megyek az új kocsimért. Na, mentem edzeni. Ezután felkapja a törcsit, majd közli, sziasztok, és elmegy. Eljött 10 perc beszélgetés, és bejött mi? Az egész nem tartott tovább 10 percnél. Ezt Krisz küldte nekünk. Na mi van? Ide már beengedik a gilisztákat is, csak nem esik kint az eső. Attila írt a Sopronból, hogy ő ezzel a mondattal találkozott. Ez de rossz duma. Igen, de rossz duma. Mindig ez a felesleges arcoskodás. Bemész, és akkor mindenki ilyen izé, mindenki lúferinyó. Mindenki eljátsza a hatalmas testépítő. Melcsi küldte nekünk a kedvence, tanga papucsban a futópadon emelkedő. Na azt én sértem. Ja. Na azt én sértem, van ez a típus. De nem is lehet. Nem lehet. Tehát sem nem ezikláb, lehet. Nem nagyon, tehát cipőben lehet. Kell. Se papucsban, sem ezikláb. Tanga nem papucsban lehet. A futópadon emelkedő. Mindig sírok a pultban, ezt Melcsi küldte nekünk. Nálunk van egy arc, aki folyamatosan beszélget a bogzsákkal. Kötekedik be. Az motivál, az jó. Mi van, köcsön, megütöttél? Én nagyon szeretem. Kötekedik vele, fenyegeti. Figyelj. Majd a legvégén neki futásból ráugrik, mint egy pankrát. Nem. Ez jó. Na mi van? Nekem szóltál? Beszóltál? Köcsög vagy? Gyere, tedd fel a kezed. Köcsög, nekem szóltál? Elfordulsz, elindulsz. Visszafordulsz, mondtál valamit? És újra visszamész, tudod? Nagyon jó. Ő nagyon jó karakter. Kivel ez lehet? Tudod a kezed. Mi van? Nem védekezel? Nem fesztel? Tudod, te ki vagyok én? Na gyere, ezt véd ki. Jó arc le. Lóg rajta ott a végén. És a végén lóg rajta egy kicsit, igen. Annak idején kaptuk a DJ-be ilyen rekreációs kártyát, azt a tervet ez a Balázs is ismerte, hogy lejártuk, és ott volt egy nagy kedvencem, egy full profi, aki minden egyes széria között, amikor a fejkonyagopadon dolgozott, akkor magnéziázta a kezét, de nem kocka magnéziával, vagy folyékonya, hanem porral. Hozta magával egy kis zsákban, letett a fejkonyagopad mellé, és minden egyes széria előtt hát az egész teremben amit gondolom. Nem akar. Megpusztultál mellette. Tehát, hogy ez volt alternatíva, még lehetett volna másra szárazra tenni. Nem, ő pormagnézia. Látta a világversenyeken is úgy csinálják. Igen. A tornászoknál például az menő. Igen, meg a súlyemelőknél, de ott van egy pici tél. Mi gyerekek azért a kötekedés a bogzsákkal is a végén ráugrani. Az a legjobb. Az a legjobb. Nagyon szeretem. Katalógus csávó megvan. Bejön. Hátrafelé fordított a baseball sapka, egyik kezében Red Bull, Under Armour cuccok, vadonatúj mindegyik rajta, még rajta van az árcédula, okos óra a kezén, Nike Free a lábán, mindent csinál, csak nem edz, de nagyon jól lesz. De baromi jó, ez a típus, igen. Persze. A cucc rajta többe kerül, de egy éves bérlet a helyre tudod, baromi jól néz ki, igen, de viszont edzeni nem edz, igen. Na jó van, köszönjük az SMS-eket, hármas ugrás, játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Ahó, sziasztok, Andi vagyok. Andi, hello, Andi, honnan hívtál bennünket? Hát, per pillanat Kisújszálláson vagyok, de Törökszentmiklósi vagyok egyébként. Törökszentmiklós, és mit csinálsz Kisújszálláson? Most a műkörmösömnél vagyok, csinálja a körmöm.
Ó, de jó dolgod van, egy kis műkörmözés, kényeztetés. Most ebben a pillanatban is ott ül veled szembe, és egy kis... Hát most találtam, hogy nehogy összegerjedjek veletek, mert gerjedek, de én nem, igen, én meg nem hallom. De ha gerjedek ám, úgyhogy, de hogyha zavar, akkor kimegyek. Tehát, hogyha nektek is hangzik. Nem, jó vagy, most nem viszont. Rakadsz rá valamit? Tessék? Rakadsz rá valamit, kicsit rasztok a szélére, van valami kis fikcsi. Nem annyira, mert fodrászkellékes vagyok, és ugye, ahogy nyúkálok az autóba, úgy lepotyognak a köveim, úgyhogy én csak ilyen egyszínű szoktam lenni. Egyszínű nyári. Egyszínű nyári szín. Na jó, van, milyenek a kérdések, Janim? Azt mondja, hogy szerintem menni fog. Az első kettő mindenképpen, a harmadik nem. Köszönöm szépen, viszont a aranyos vagy. Hello, Andi, ciao. Nem, a harmadik egy picit nehezebb. Ahogy is magam vagyok, úgyhogy kicsit jó. Segítsetek, jó? Elhagytak. Ha marad idő, beszélünk róla, csak legyünk túl a játék, hogy ne csúszunk meg, jó? Akkor az elsőt már nem válaszolom meg. Na, mindegy, tényleg figyelek. Ki a tűzoltók védőszentje, így szól az első kérdés. Szent Flórián. Így van. Így van, pontosan. Mehetünk tovább? Persze. Milyen állat Kowalski a Madagaszkár című animációs film egyik... Ó, pingvin! Egy van! Egy van. Madagaszkár pingvinje. Nem vállalom be. Történelemmel kapcsolatos kérdés. Ó, biztos, hogy nem. Biztos, nem, hogy nem? Hát de hát, ha van ott valaki, nem? Nehéz is. Vannak, Google is van, de nem. Nehéz is egy picit. Lehet, hogy jobb, ha megállsz. Jó, végleges? Teljesen, igen. Akkor van egy Morning Show-s baseball sapkád, ami nagyon szép, jó. És egy nyakba akasztó, de a Morning Show-s óra az itt marad. Szuper. Jó. Oké, ezek mind jók. Na, miért vagy magad alatt? Most jöttünk haza Egyiptomból, úgyhogy emlegettünk benneteket, mert az odafele úton Gyöngyös Diana volt a kapitány, aztán így, hogy amikor meghallottuk, így egymásra néztünk a párommal, mert tudtuk a Morning Show-t hallgattuk, amikor beszéltetek vele. Aztán ez olyan, mint amikor egy frissen vizsgázott sofőr mellé beülsz, hogy húha, mi lesz? Igen, beszéltünk bele itt a rádióban, hogy az első női pilóta, így van. Így van, így van. Aztán így húha, majd hogy szállunk le, stb., de szépen vetette a gépet, mondjuk így. Hasra? Hát majdnem orra. Nem. Nem, biztos, hogy nem, hát ő full profi. Nem, ügyes volt egyébként, meg így tök jó volt, hogy tudtam így a rádióból, hogy ő ki. Persze, de tényleg ügyes volt. De fájt azért... hírem Egyiptomtól, mert két hétig ott voltunk, és mondtam, hogy ne szóljon hozzám senki, aki magyar. Tehát lelkibeteg vagyok, nagyon. Hát igen. Az egyetlen dolog, amit az embernek megmarad Egyiptomból, az olyan az a fosás, ugye? Nem igaz! Meg néhány kérdezik. Egyiptom, mit tudom én, ugye? Hát vannak helyek, ahol nem tudod megúszni. Van egy Antinál nevezetű egyiptom ilyen cucc, amit ha beveszel, jól vagy. De figyelj csak, mi ettünk tényleg mindenhol. A Beduinoktól kezdve a sivatag közepén, akkor voltunk egy kinti halas étteremben, mert azt mondták, hogy ehhez csak a városba, vagy csak a szállodába, a városban egyél, mert akkor Én nagyon jól éreztem magam, engem semmi nem kapott el, és mi 5 éve ide járunk. Tehát amikor mi indulunk, akkor mindenki ezt belekalkuláljuk, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen. Jó, hát ez bele kell, persze. Jól van, igen, ő az első, igen, női pilóta van, ő az első kapitány, ugye, csak hogy jól mondjuk, igen. Igen. Ő az, aki tényleg, mert női pilótán már volt, viszont első kapitány, aki viszi a gépet, igen. De ügyes volt. Andi, elmúlik a honvágy, egy-két hét az ember visszarázódik, és már csak így van. 280 nap is mentek újra. Így van, köszi szépen, körülbelül. Tudod, hamar elmegy az az egy év, amíg az ember újra megy. Hát, igen. Így van, vigasztalod a hamis macska múmiával, amit a kézipógyászodba hoztál. Ha, tényleg hoztunk, láttál? Figyelj, a Viki is mindig tök depi egyébként, és én mindig azt mondom neki, hogy figyelj, úgy is lehet nézni, hogy milyen rossz hazajönni, ugye, de azt is nézed, hogy ott lehettél, kint voltál, jó volt, másnak talán nem biztos, hogy megadatik, akkor az ember nem más kárán érzi jobban magát, de arra gondol, hogy de jó, igen, ott voltam, szerencsés vagyok, jövőre mehetek újra, de klassz volt. És akkor így kicsit könnyebb azért. Vagy nem, jó, megpróbálom. Nem mondja ki a hülyeségeket? Vegyél magadnak egy cuki felsőt, és akkor... Nem kell, köszönöm, az nem vigasztal. Engem egy pálmafa vigasztalni, és ugyanaz. Hát én amúgy ezt a meleget nagyon bírom. Fővárosi állat és növényke. Feküdj be a hangájukhoz. Oké, úgy lesz. Andikám, puszilunk, kitartás. Sziasztok, köszönöm. Szia. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ahogy mi vigasztalunk. Ahogy mi simogattuk magunkhoz vonzott ujjúj. Ahogy mi tartjuk a lelket a hallgatóimban, gyerekek, senki nem kezel úgy. Nem? Egy honvágyat, mint ahogy mi most itt megkezeltük. Andit. 3 perc múlva 9 óra jövünk.
Mindig azt mondom, hogy Ákos híre után, de nem Ákos híre. Nem, nem, hála Istennek. Hát azért, mert ugye minőségi csere történt ebben az esetben. Ákos is csinos, de azért... Ugye? Hát azért vannak ilyen különbségek. Ilyen szemben még sose néztem. Vannak különbségek. 3 perc, 9 óra jövünk Alexandra hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Morning Show-val a Klasszon, és ha valaki most tervez szabadságra menni, menjen, gyerekek, jó idő lesz, marad a nyár, marad a kánikula, sőt, mi több, talán már egy kicsit elég is lesz belőle, jövő héten hétvégéig egészen biztos, hogy egy-egy zivataron kívül semmi nem zavar bele a jó időbe, ami jó. Hát jövő héten ilyenkor már azért nagyokat fogunk fújtatni, hogy kicsi enyhülést adjon az idő. Most még az elején vagyunk ennek. Tessék hűtőszekrénybe betárazni, klímákat beindítani, kemény lesz. Nekünk rossz, akik nem nyaralnak, de a nyaralók meg imádják. Persze, hát jó, de azért megtereli az ember szerintem. Tehát autóban ülsz, BKV-zol, fáradtabb vagy. Nehéz, idősek vannak, hosszú távon azért ez ember próbáló. Ez a 37-38 fok szerintem egy-két nap után, tényleg, ha nem strandon vagy és vízparton, akkor azért egy idő után rosszabbul alszol, nyűgösebb vagy. Rosszak a reflexeid, ingerlékeny vagy, meleged van, nem jó hosszú távon. De maga az időjárás, hát a nyárnak ez a feladata, tehát nincs vele baj, csak most azért ez erős lesz. És minél hamarabb menjetek le a Tisza-tóra, menjetek le a Velencei-tóra, menjetek el a Balatonhoz, mert még 25 fokos a víz. És hát lassan felforr a víz. A hétvége már melegebb lesz. Most még jó, belemé, a 25 az még jó. Én tegnap voltam, belemész, nem nagyon hűt, hogy meleg a víz is, de azért. Kellemesen. Persze, menjetek le a vízparton, sokkal jobban jártak. Nagyobb meleg, több fröccs, jobb alvás. Ez a beszéd, gyerek. Ez nagyon jó, nagyon jó. Én valamelyik nap láttam egy nagyon jó videót, hogy kell házilag készíteni otthon légkondicionál berendezést, egy ventilátorból, némi jégből és egy hungarocer dobozból, aminek van mondjuk egy kivezető nyílása, és pár ezer forintból gyakorlatilag meg lehet oldani. Én mindig imádtam ezeket a dolgokat. Kedvenc magazinom egyike az Ezermester magazin volt gyerekkoromban. De tényleg. És zseniális dolgokat lehetett belőle összepakolni, ez is tök jó. Egy hungarocel doboz. És megcsináltad? Csináld már meg. Kíváncsi vagyok, hogy hűt-e rendesen. Hát abszolút hűtenie kell. Ugye az a lényeg az egésznek, hogy hungarocel doboznak a tetejébe beleaplikálod a ventilátort, a dobozba belekerül a jég, és van egy kivezető csonk. Elindítod a ventilátort, ami elkezdi befelé fújni a meleg levegőt, amit a jég lehűt, másik oldalon meg kijön egy műanyag csövön. Ami akár lehet egy porszívónak a csöve, egy zseniális. Zseniális, halálosan eszer az ember, egész. Nem? Mindent kitalál, igen. Hüvölcsvölgyi úton két baleset is történt, jelentősen lelassul a forgalom, Dopazó küldte nekünk. Az M1-es 100-as kilométerénél teljes útzár van, 107-es kijáratig teljesen beállt, mentők, rendőrök kint vannak a feltorlódott autóban, várakozók piknikeznek az autópályán, vigyázzon mindenki. M7-esen Budapest felé Érd után a lejtőn sávzárás, 1 kilométeres dugó van, ezt Tomi küldte nekünk, valamint M1-es Gönyűnél hatalmas baleset, így van, hatalmas a sor, próbáljátok kerülni. Pozsony után baleset, 33-as Kavicsnál, ezt Bakonyi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Anna, hello! Hát jó reggel! Kimerészkedtél a kuckódból? Igen. Itt hát egy pár szót váltottam kint Lacival. Automatára tetted. Automatára tettem a cuccot. Hadd repüljön a best of, megvágva a telefonok, elintézve, bejöttél egy kicsit récselni? Igen. Laci, adunk neked lassan egy robotot, mert most már tényleg olyan, igen, ez a, tehát ami Annát bántja. Vagy, de most, hogy jókedvűnek tűnsz. A kipufogó. Jókedvűnek tűnsz. Anna a szelep. Igen. Ez csak a látszat, nem vagyok annyira jókedvű. Na mi a baj? Mesélj egy kicsit, ma nem tudom, mit akarsz mondani, de mondd. Hát igen. Jártatok-e mostanában a pályaudvarok környékén, itt Budapesten? Nem, de hallom, hogy mi történik. Akkor komolyabb témába vágunk bele, jól hallom? Hát kicsit. Ez egy kicsit komolyabb, na. Igen. Most nem akarom elrontanak el. Olyan vidám volt eddig a reggel. Figyelj, belefér. Belefér. A menekültekről szeretnél egy kicsit beszélni? Jó, beszéljünk a menekültekről. Igen. Mentem a nyugati pályaudvar felé pár nappal ezelőtt, és úgy döntöttem, ott van egy nagyon jó kürtös kalácsos, hogy vinnék haza a lányomnak egy kis kürtös kalácsot, de aztán úgy döntöttem, hogy nem veszem meg, mert nem mentem át. Döbbenet, ami a pályaudvar környékén volt. És a nyugati az még a Hadján. Tehát, hogyha elmentek a II. János Pál-pápa térre, vagy elmentek a keleti környékére, tehát ott tényleg elképesztő, hogy milyen állapotok vannak. Tehát én, aki ebbe a városba élek, hát ezt egész egyszerűen kikérem magamnak. De mi van, kosz van, kosz, sokan vannak, igen, palackok, lejmolnak. Igen. Hát igen, pontosan ez.
kosz, hallottam azt, hogy le kellett fertőtleníteni már BKK járatokat, mert hogy bekerült olyan ember, aki beteg, ugye ezek az emberek gyakorlatilag bizonyos törvények, Genfi egyezmény értelmében, ugye ők ellenőrizetlenül jöhetnek be Magyarországra, hiszen ők migránsok. Aki megkapja, vannak, aki már itt van, az itt van. Azért utána ellenőrzik. Tehát ez jó, egy, ez hát egy de gondolom lassú ez a folyamat, igen. Mert sokan vannak. Hát gyakorlatilag megtelt a főváros. Jó, a felvetésedet azért nem értem, mert ezt ketté lehet bontani. Tehát egyrészt okolhatod azokat, akik tehetnek róla, vagy utálhatod a menekülteket. Remélem, hogy az előzőről van szó, de azt is megértem, mert nagyon sokan ebben az országban. Nem, megérteni nem tudom se elfogadni, de, vagy elfogadni inkább, mint megérteni, mert itt toleráns pali vagyok. De miért? Tehát kire haragszol tulajdonképpen? Rájuk, hogy itt vannak, vagy az állapotra, amit okoznak. Mert a kettőt szerintem nagyon fontos külön választani, és a kettő nem ugyanaz, hogy én miért vagyok dühös az állapotra, ami történik ebben a pillanatban. Én mind a kettőre dühös vagyok. Te az dühös állapotra, vagy, és meg arra is, hogy itt vannak. De nem okozzák az állapotot. Igen, tehát okozat. Hát mondok egy példát, hogyha te azt mondod, hogy te megérted őket, meg hogy ugye a fejlett ego, meg a humánum, meg ugye itt tartunk. Beszéljünk erről, ez egy komolyabb történet lesz, de szélesen elmondom, hogy mit gondolok erről, mondd. Tehát te haragszol a menekültekre, vagy te nem szereted a menekülteket? Én nem, dühös vagy rájuk? Én igen, én dühös vagyok, igen. Mert azt gondolom, hogy ebben az országban megint csak az, hogy élünk, és miképpen. Tehát tőlünk sokkal jobb gazdasággal bíró országok is egy ilyen terhet nehezen viselnek. Lásd Nagy-Britannia, lásd Németország, ugye, ahol 2014-ben 11 millió menekültet regisztráltak, és tolják vissza Kelet-Európának. Ők lefölözik a tehetséges, magasan kvalifikált embereket, és 95%-a majd jön vissza Európába. Hogy értenéd meg? Azt mondok egy példát, mert ez így ilyen bonyolult, meg gazdaság, meg nem akarok ilyen nagy fejtegetésbe, ez a Nógrádi Gyuri barátom. Azzal a... Ja, nem így vagyunk, meg barátom. Gyuri. Igen, mentorom. Tehát, hogy én inkább az én magam egyszerű eszközében. Mondjuk, bemászik hozzád a ablakon egy mondjuk egy elég ledurrant arc, és beül a nappalitba. Igen. És te azt mondod, te, meg a Viki, hogy akkor ti eltartjátok majd őt. Van bár két eltartottad, egy két kiskorú gyereket, hát lesz három. Hát, hogy a befogadás. Befogadásról? Igen, bemegy mondjuk hozzá. De most, hogy arra gondolsz, hogy betör hozzám valaki? Hát bemegy, hát itt van, bejön, tehát el kell látnod. Ott van a nappalitba. Nagyon összemosol dolgokat, csak hogy tisztán fogadni. Tehát arra, te félsz tőlük, és azért mondod, hogy félni kell tőlük, vagy nekem, mint magyar állampolgárnak, őt el kell tartanom. El kell tartanom, őt iskolázni kellene, neki kell. EU-s pénz, de iskolákat kell épp, gazdasági haszna nincs, ezt mondják nagyon sokan, ők itt vannak, őket iskolázni kellene, nagyon hosszú évek lennének, hogy őket fölhozd arra a szintre, hogy ők mondjuk Magyarországon munkába tudjanak állni. De ne állni. Akarnak ők tovább menni? Na várj, Anna, nagyon de vissza sok, lehet na, őket nyomni nagyon sok minden, először szerintem. Ahol belép, ott marad. Én nagyon ingerülten tudok arra reagálni, most rád is egy picit megmondom őszintén, akik ilyen fajta destruktív hangulatkeltéssel próbálják az embereket, a menekültek ellen hangolni. Szerintem nagyon sok minden nagyon rosszul mosol össze, és nem érted, hogy ez a dolog az alapjában miről szól, értem, vagy hogy mi történik. Hogy tartod el őket? Nekem nem a hangzatos szólamokat, hogy tartod na, el őket? Attól félsz, hogy hogy tartod el őket, vagy attól félsz, hogy elkerülgetni kell őket a téren? Figyelj, Anna! Mind a kettő szó. Hol fog dolgozni, mit fog csinálni, miből fog megélni. Én tartom el, az én adomból tartom el ebben a pillanatban őket. Ahol belép az Európai Unió területére, oda vissza lehet őt tolni. A Németországig eljut tőlünk, eljut Németországig. Miért mondod, hogy alulkvalifikáltak? Honnan tudod, hogy kik ők? Honnan tudod, hogy nincs köztük orvos? Mert hogy van. Honnan tudod, hogy nincs köztük mérnök? Mert hogy van köztük. Eleve nem alulkvalifikált emberekről beszélgetünk. Amit te mondasz, az egyébként szerintem szörnyű, hogy így gondolkodol. De miért? Szörnyű? Mert nem szörnyű egyáltalán. Figyelj, tudjuk, hogy honnan jönnek. Ugye azért azt tudjuk, hogy honnan jönnek. Tehát ezek az emberek, ezek Szíria, polgárháborús övezetekből menekülnek. Hozzánk nem Afrikából jönnek, hozzánk leginkább Szíriából érkeznek. Tudjuk, hogy mi történik Szíriában. Ugye tudjuk, hogy mit csinál Szíriában az iszlám állam. Igen. Tudjuk, hogy Afganisztánban mi történik. Ugye tudjuk, hogy kinek köszönhető. Ezek az emberek, ezek több ezer kilométert jönnek, gyalogolnak, bántották őket, megverték őket, megerőszakolták őket, gyerekek jönnek, szülők nélkül. Nekünk nem azon kell gondolkodni, hogy szeretjük-e őket, vagy nem. Nekünk emberként nincs más feladatunk, mint hogy megpróbálni ezeken az embereken ítélkezés nélkül segíteni, mert hogy ez egy normális európai hozzáállás. Az, hogy ebből mit csinál minden országban a politika, azt azért ne keverjük bele, mert ezt a fajta kártyát azért sok pártpolitikai kérdésben már kijátszották. Kijátszották régebben, kijátszották most is. Én a kettőt próbálom teljesen elválasztani, nem akarok politizálni, nem is fogok politizálni. De ez politika, ez nem lehet. Nem tudod nem elválasztani. Hát azt, hogy nem de tudsz, de
el tudod választani. Két dolgot tudsz csinálni. Vagy hiszel annak, amit a politika erről most jelen pillanatban az országban kommunikál, vagy azt mondod, hogy nem, benned van együttérzés, benned van olyan fajta empátia, hogy megpróbálsz ezeken az embereken segíteni. De hogy segítesz neki? Tudod, hát tudod, hogy lehet ezeknek az embereknek segíteni? Mikor egy muszlimnő nem veszi el férfi embertől a vizet. Anna, akartak nyugatinál osztani vizet. Igen. Egy muszlimnő nem veszi el, mert az ő vallása ezt nem teszi lehetővé. Hogy segít az a rengeteg civil kezdeményezés, akik nélkül jelen pillanatban, már most azért az elmúlt két napban hallottunk pozitív fejleményeket, hogy miket építenek ki Budapesten, hogy mit mondott a Tarlós, szerintem nagyon-nagyon jó az irány. Hogy megpróbáljuk őket elkezdeni emberként kezelni. Tehát az, hogy te ételt osztasz, hogy vizet osztasz, hogy a civilek elmondják, hogy honnan, hova tudnak átutazni. Nem szabad elfejteni, hogy ezeknek az embereknek a 98%-a csak a félrekommunikálás miatt gondolod azt, hogy itt akar vanni. Ezek az emberek tovább akarnak menni. Belépnek ebbe az országba, nem tudják, milyen állomásra kell elmenni. Tovább mennek Svédországba, tovább mennek Németországba, tovább szeretnének menni. Tévhit az, hogy ezek az emberek itt akarnak letelepedni. Nem akarnak itt letelepedni. Ezek az emberek, ezek nem akarnak mást, mint hogy segítséggel a lehető leggyorsabban tovább menni. Az esőben alszanak, ég alatt alszanak, gyerekek, akik szülők nélkül játszanak a keletinél, mert mindkét szülője meghalt. Erre gyűlölettel reagálni az a legelképesztőbb dolog. Az, hogy ez egy közös európai probléma, én ezt megértem. Igen, azt, hogy nem tudjuk megoldani, ezt is meg. Ebben igazad van. 65 millió ember van a világban, aki migráns ebben a pillanatban. Két dolgot mosol össze. Az egyik az, hogy ezt az ország nem tudja megoldani. Nem, valóban nem. Tudja. Az, hogy bizonyos országok ezt rosszul próbálják megoldani, ez pártpolitikai kérdés. Most ne politizáljunk. Beszéljünk arról, hogy nekünk emberként mi a feladatunk. Mi a feladatunk? Bármit csinál az adott kormány, bármit kommunikál, emberi méltóságunkból nincs más feladatunk, mint hogy oda menni, vizet adni, megpróbálni segíteni. Nem gázpisztolyt venni, nem megverni egy szegedi lányt azért, mert azt gondoljuk, hogy menekült a barátja. Ezek a menekültek egyébként a 99%-ban annak senkit nem bántanak. Amilyen rémhírek terjengenek, az már mind a csúsztatás része. Én nem azt mondom, tehát, hogy bántanak valamit. Cselekményeket ők nem követnek el, hogyha itt volt bármiféle atrocitás, és az országban a részükről az egymás között. Ez egymás között történt. Jó. Tehát, hogy ők. Milyen alulkvalifikált emberekről beszélünk? De az alulkvalifikált ember az kevesebb ember, mint mi, akik egyébként ha lakásban lakunk, normális ételt eszünk, és nem vagyunk háborúban, és nem erőszakolták meg, és nem bántanak, és nem gyilkolnak bennünket halára. Mi kevesebbek nagyon vagyunk. Nagyon sok alulkvalifikált magyar ember is van. Tehát értsd meg a különbséget, hogy... Abszolút így van, de ez a mi országunk, és itt van. De viszont ő ide bejött. Azt mondtam például ezt a nappalit, hogy beül oda hozzád, utána vedd át te akkor a szokásidat. Mondjuk a te kádadat fogja használni WC-nek, és utána te azt mondod, hogy hát de mi nem azt használjuk WC-nek a kádunkat, majd utána azt mondja, hogy te Federer meccset nézed, de ő nőt asszót szeretné, és átpattintja. Egyrészt nem ül be a szobádba, egyrészt tereken nem alszanak, kettő szeretnének tovább menni, nagyon, nagyon összemosol szerintem, nem szabad ennyire összemosni. Én meg azt gondolom, Balázs, hogy a jobb élet reményében, ahogy ő elindult, nem biztos, hogy ő ez kimondja, hogy szeretne tovább menni. Sokan igen, el fognak menni Németországba, Svédországba, irdatlanul nagy a bűnözés, ami szintén a bevándorlóknak, ott a migránsoknak. Anna, 90-szer nagyobb a bűnözés, hogyha, ő körülbelül. Nem, az a baj, hogy ez egy közös európai probléma, és erre közösen, empátiával, humánus módon kellene reagálni, ezt valóban nem fogjuk tudni megoldani. Ezt Magyarország sem fogja tudni megoldani. Jól vagy rosszul kommunikálunk ebben az ügyben, ez most teljesen mellékes. Abba kell belegondolni, hogy mi lenne, és nincs más dolgod, hétköznapi emberként, mert a politika feladata, hogy megélje, nem tud segíteni. Mi lenne, ha te kerülnél hasonló helyzetbe? Hogyha neked kéne pályaudvaron aludni, ha senki nem szólna hozzá a nyelven, ha egy gyereked lenne, és áll a 8 éves gyerek a keletinél, és nincs apja, nincs anyja. Nem tudok morális kérdésekkel támaszálni veled. Ez moralizálás. Ott volt 1956, hogyha 56 után mondjuk nem más. Anna, 1956 után 200 ezer ember ment széltnek, az ország befogadta. A balkáni háború után 4 millió ember politikai okok miatt indultak el, ők gazdasági okok miatt indulnak el a jobb élet reményében. Az, hogy itt 56-ban embereket küldtek. Szíriában azért indul el Szíriában, szerinted, mert jobb. Az ISIS miatt indul el Afganisztánban. Azért indul el, mert ő egyébként házat akar. Dehogy is. Ezek az embereknek nincs hova visszamenniük, ezeknek az embereknek a 90%-a, akik legalábbis hozzánk jönnek, nem gazdasági bevándorlók. Tehát nem erről van szó. Akkor miért nem segít például rajtuk az az ország, vagy azok az országok, akik azt mondom, hogy jobb gazdasági körülmények között vannak. Például az Amerikai Egyesült Államok
államok, aki ezt az egész helyzetet okozta a térségbe, menjen oda, tegyen rendet Szíriába, és fogadja be, vagy például fogadja be. De hát azon van, hogy nem tudjuk megoldani, abban igazad van. De az, hogy emberként mi a feladatunk, azt nem szabad összemosni azzal, hogy jönnek még 60 millió. De én nem azt mondtam, hogy belerúgok emberként, hogy nem adok neki inni, mert itt van, meg kell oldani egy helyzetet, én ezt értem. Ez a feladatunk. Erőszakra nem lehet erőszakkal válaszolni. Erőszakra, szolidaritással lehet válaszolni. Ezt ne felejtsd el, hogy ez a legfontosabb, hogyha te ma kimész, és három darab ásványvizet a kezükbe nyomsz. Ha de te én nem kimész, fogok nyomni a bezárják, kezükbe bezárják azok... a környékére nem megyek a Nyugatinak, Balázs. De ez nem, de nem ez a jó megoldás. Sajnálom. Jelen pillanatban, tegnap vagy tegnap előtthöz képest civil szervezetek nélkül, most még ezek az emberek 4000, 5000, 10000 kovályognának az országba, nem tudják, hogy hova kell menni, nem segít rajtuk senki. Ebből a szempontból ez az ország megint jelesre vizsgázott. És tudod miért jó? Mert bármi történik fölül, ez az ország nagyon sokszor bebizonyítja azt, hogy igenis marad bennünk emberség, mindegy, hogy milyen országban, Ausztriában, Németországban, bárhol, Nagy-Britániában mit kommunikál a politika, az egy dolog. De a másik dolog az, hogy bennünk van szolidaritás. Vizet visznek, segítenek nekik, ellátják őket, élelmet visznek, gyerekek játékot kapnak. Nem szabad emberi mi voltunkból máshogy reagálni erre, mint hogy segítséggel reagálsz, érted? És aztán megoldja a politika, megoldja majd az unió, közös feladat, kíváncsi valami nehéz vagyok, kérdés. Hogy hányan fognak egyébként tovább menni, és hányan maradnak itt, amit majd nekünk kell látni. Az politikai kérdés. Te nem mondhatod azt, hogy utálod őket, mert bajba jutott emberekről beszélünk. Nem mondtam, hogy tehát, utálom hogy, őket, csak kikérem azokat az állapotokat, amik a pályaudvarok környékén vannak. Én nekem pedig, aki ebbe a városba élek, Anna, nekem jogom van áll, ezt így látni, Anna, Balázs. Nőkről van szó, gyerekekről értem, van szó. Érted? Értelek. Gyerekek. Persze, hát gyerekek értelek. Vannak a keletinél, hát nem mondhatjuk arra, hogy menjenek innen, nem szeretem őket. Hát szörnyű az, hogy csapatok szerveződnek, hogy őket megverjék. Egyszerűen azért az ember ezt hallja. Ez is ugyanúgy a másik oldal, tehát, hogy igen. Nem lehet. Nem reagálhatsz erre gyűlölettel, nem értelek, tényleg. Igen, nem gyűlölettel reagálok rá, hanem azt gondolom, hogy itt élünk egy 2 milliós nagyvárosba. Ez most ebben a pillanatban egy rettenetes probléma Európába. Borzasztó nagy probléma. Borzasztó nagy probléma. Az, hogy Németországban 11 millió migráns van. Nincs is erre az unió felkészülve. Hát rosszul is reagál az unió. Nem is fogjuk tudni megoldani. Mi történik? Mit kell neked? Azt kell mondani, hogy akkor én emberként megteszem, amit tudok. De az megoldás? Lesz ez a fajta hozzáállás? Nem fogja a problémát megoldani. Hát de az, hogy a keletinél 10 család boldogabb, az, hogy 5-en le tudtak fürdeni, mert a civilek vitték. Nézd meg a szegedi civileket. De ezek morális kérdések. Mi a megoldás? De a morál... itt van, be kellene de iskolázni, tanulatlan most én azért beszélek. Mit csinálsz vele? De ők nem akarnak asszimilálódni, nem is akarnak itt élni. Ami a Balázs beszél ebben az esetben, az annyi, hogy nyújtsanak is segítőkezet. Legalább olyan szinten, hogy adjál neki inni, adjál neki enni, és segíts, mert hogy ez egy ilyen feladat. Ez megvan ebbe az országban, hát rengeteg civil van, Anna, adnak neki inni. Te a gyerekeddel egy ilyen helyzetbe kényszerülnél, és aludnál valahol Németországban egy pályaudvaron az esőben, te mit várnál el? Mondd ki, mit várnál el? Mondd ki nekem. Biztos, hogy örülnék én is, hogyha akkor, segítenének. Akkor miről nekem. Beszélsz? Persze, biztos, hogy örülnék. Hát persze, hogy örülnél. Hát akkor... De akkor most nem te, érted? Hát ott alszol az esőben, és esik rád az eső, ott van a gyereked. És van még melletted három gyerek, aki minden nap megkérdezi, hogy hol van az anyám, hogy igen, hol van az apám. Indult? Mert lelőtték őket a háború. Igen. Mit várnál el, hogy mit csinál? Jöjjön oda valaki, és rúgjon beléd, fogjon gázpisztolyt, vagy mondja azt, hogy nem adok nektek, menjetek innen, koszosak vagytok, büdösek. Nyilván vagy. Igen, több ezer kilométer reagál. Igen, lehet, hogy büdösek, igen, lehet, hogy koszosak. Az, ami jelen pillanatban történik, az csak közösen civilekként tudjuk abszolút megoldani, segítve egyébként a politikának, és ez most egyre jobban elkezd. Hál' Isten működni. Mit te mit várnál el? Mondd ki akkor, mit várnál el? Ott feküdni. Nyilván mindenki akkor... elvárná azt a fajta segítséget meg egyebeket, de azt mondom én erre, neked, hogy akkor Anna, is, amit a legfontosabb, amit én szeretnék tudatosítani benned, nem a megoldás keresése és megtalálása a célod, mert nem tudod megoldani, mert nem vagy abban a helyzetben. Nekünk emberként az a célunk, civilként, hogy segítsünk, és azt kommunikáljuk, hogy nem kell tőlük félni, segíteni kell, közösen kell ezt a dolgot megoldani. Nincs más feladatunk. Érted a lényeget? Persze, hogy értem. Megoldandó kérdéseket teszel föl, nem tudod megválaszolni. Civilként nem reagálhatsz gyűlöletre, abból, ahonnan ők gyűlölettel jöttek. Nem reagálhatsz. Nem gyűlölködök, én kimondom azt, ami körülöttünk van, amiben élünk, amiben létezünk. Ezek pedig, amiket te feszegetsz, morális kérdések. Hosszú távon én a megoldást szeretném hallani. Mert igenis, hogy egy jelentős része itt fog maradni ebbe az országba.
iskolákat kell csinálni, ő dolgozni akar, ő boldogulni akar, de én is alig tudok boldogulni, és nem vagyok kirekesztő, de először én szeretnék boldogulni, mert ez az én házam, az én váram, én vagyok itthon ebben az országban. És ez lehet, hogy neked nem tetszik, amit én mondok, de én így gondolom. Nem. Tudom, látom rajtad, hogy nem. Nem, teljesen. Nem, hát ezért jó ez a műsor, én szeretek erről beszélni, mert kell is néhány dolgokkal foglalkozni, sőt azon, hogy feladatunk, hogy ezzel foglalkozzunk. Meglepő, hogy ennyire radikálisan gondolkozol, szerintem összemosunk dolgokat, de van valaki itt a vonalban, aki várakozik, most látom, vissza is hívtuk, mert itt közben Laci kezelte a telefonokat. Valaki szeretne erre reagálni, Laci, jól mondom, igen. Egy szóvivő, egy civil szervezet szóvivője szerintem. Zsuzsa, jó reggelt, hello! Jó reggelt! Hello! Te hallgattál minket? Igen. Hallgattál titokban. Minket. Titokban itt hallgatsz minket. Na, egy kicsit komolyabbra fordultunk, de szerintem nem baj, engem váratlanul ér, de szeretem, hogy Anna ezeket a dolgokat behozza, kell is erről beszélni. Laci írja nekem, hogy te a Migration Aid-nél dolgozol, ez egy civil szervezet, ha jól mondom, az egyik, ugye? Ez egy szervezet nélküli szerveződés, egy pénz nélkül működő szervezet nélküli szerveződés. Na, káosz, mint olyan. Mit csináltok? Miben tudtok ki, és kinek segíteni? Mi a budapesti pályaudvarokon vagyunk, a keletiben, a nyugatiban, a déliben, illetve Debrecenben, Cegléden. Miért csörögtél adásra? Mire szeretnél reagálni? Vagy mi az, amit hozzá szeretnél tenni? Rengeteg információ hangzott el. Sorban, visszafelé, előrefelé, nem tudom. Erre felé menjünk. Kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz. Hát itt két teljesen más álláspont hangzott el. Anna álláspontját egyébként sokan képviselik ebben az országban, és éreznek így. Hál' Isten, ahogy látom, azért sokan gondolkodnak úgy, ahogy én. Nem, mintha jobb vagy rosszabb gondolkodás lenne az egyik. Nem feladatom különbséget tenni. Két ellenkező világnézet vitatkozott. Féltek. Nyilván szeretné hozzászólni, kíváncsi vagyok, hogy mit. Ti nap mint nap találkoztok ezekkel az emberekkel, lehet azt mondani, hogy nálatok jobban senki nem ismeri őket. Kik ezek az emberek? Szerintetek? Hát ezek az emberek ugyanazok az emberek, mint ha elmegyünk egy átlagos magyar kisvárosba, és megnézzük, hogy kivel találkozunk az utcán. A köműves, a csöves, az orvos, a tanító, az anyuka, a nagymama, illetve a nagymamák kevesebben fiatalok, leginkább fiatalok, 40 év alattiak jönnek erre felé. Na, neked szerinted mi a feladatod, hogy a civil szervezeteknek az a megoldás keresése, az emberi oldalt kezelik, ugye ez nagyon fontos, kezelitek, hát nyilván áll kérdés, mert pontosan tudom, hogy milyen fontos az, amit most jelen pillanatban a civilek akár Szegeden, akár Budapesten csinálnak. Hány nő, hány gyerek, kik ők honnan jönnek? Mesélj nekünk kicsit erről, hogy azok is állássanak tényleg, akik mondjuk nem teljesen tudják, vagy mondjuk félre vannak informálva a dologban. Való igaz, hogy elsősorban a Közel-Keletről jönnek szírek, pakisztániak, afgánok és leginkább fiatalok, családok jönnek, olyanok, akik menekültek. Én úgy gondolom, hogy az a gyerek, akinek az oldala repesszel meg van szórva, biztos, hogy nem gazdasági bevándorlók gyereke. Akinek a gyereke repesszel meg van szórva, ezt mondtad? Igen, az oldala tele van a repesz darabokkal, repesz szilánkokkal a gyereknek. Például. Tehát egy háborús övezetből jött. Igen, nagyon sok emberre van háborús sérülés például. Tehát ez a gazdasági bevándorló, most már én azt hiszem egyébként észre, hogy hivatalos kommunikációból a bevándorló elől eltűnt a gazdasági szó. Jó, nézd, én az emberi oldala érdekel, én tudom, hogy ez közügy és politika, mi nem a politikával és nem a politikai kommunikációval foglalkozunk, ezt minden országban, minden politikai párt ezt nyomja a maga javára kommunikál, nem is akarok velük foglalkozni. Engem az emberi oldal érdekel, és szerintem ebben az a legfontosabb, hogy ha valaki akar segíteni, hogy tud segíteni, mit tud csinálni, ti mit csináltok, mi a feladatotok, ha én ma úgy döntök, hogy szeretnék kimenni Budapesten, Szegeden, hova menjek, mit vigyek, mire van szükség. Szerintem ezekben a dologban ez a legfontosabb, és nem a politikai csatározások. Abból nyilván próbálunk kimaradni, csak is kizárólag az emberi oldal érdekel, és a civil oldal. Civil oldaláról azt tudom mondani, hogy Szegeden működik a Mixol, a Migration Aid elsősorban Budapesten működik. Van egy Facebook csoportunk, illetve egy Facebook oldalunk, ahol rendszeresen közzétesszük azt, hogy mik azok az adományok, amikkel tudjuk még segíteni a menedékkérőket. Víz, élelem, fehér nem, rengeteg nem használt fehér neműre zoknira lenne például szükségünk, tehát ha te ma úgy döntesz, hogy szeretnél nekünk segíteni, akkor az Arany János utca 32-ben, vagy a Rotterdére utca 32-ben nagyon szeretettel látunk téged 3 óra után, egy zacskó zoknival. Figyelj, amikor egy gyerek például repesszel az oldalában odajön, és rátok néz, megkérdezi, hogy hol vannak a szülei. Neki meg voltak a szülei. Neki meg voltak a szülei. A szülei. Vannak olyanok, akik nagyon-nagyon-nagyon sérültek, és vannak olyanok, akik kicsit talán könnyebben viselték át ezt a helyzetet, de mindenkinek ott van a szemében az a történet, amivel ide érkezett.
Ők szeretnének tovább menni? Az a cél nyilván, igen, hogy kiussanak az országból. Tehát, hogyha a tudják... számok sokat mondanak. A Helsinki Bizottságnak volt most egy ilyen közlemény, hogy 95 ezer menedék kérelem érkezett az első fél évben. Jelenleg az ő számításaik alapján kb. 10 ezer ember tartózkodik egyáltalán a 95 ezerből az országban. 85 ezer ember tovább ment. 85 ezer ember már tovább ment. Ha összefelszorzod a 6 tábort, ami működik Magyarországon, az is 12 ezer hely lenne maximum, amit fel tudnának tölteni, és igazából nincsen 2000 ember az összes táborban. Mesélsz nekem egy-két sorsot, akivel találkoztál, hogy megismerjük őket? Jó, aki megérintett, akit végighallgattatók, akit megismertél, hogy milyen sorsokkal találkozik az ember, ha segít? Találkoztam például egy kisgyerekes családdal, nekik segítettem szálláshoz jutni éjszakára. A nyugatinál találkoztunk, az édesanyja ült, és három éves körül volt a kisfia, ült az ölében, a gyerek aludt, este 11-kor, mellette egy férfi. Kérdeztem, hogy van-e szükségük szállásra? Igen, van. És van nálam egy ilyen kis kártya, amire rá van írva arabul, hogy azt odjárszak velem, le tudtok zuhanyozni, ki tudjuk most nyaró átokat, tudtok aludni ágyban. És az asztal rábólított fáradtan a férjére, hogy igen, szeretne elmenni erre a szállásra. Összepakoltunk, betettük őket az én autómba, ez egyébként teljesen legális dolog, és elmentünk erre a helyre, ahol tudnak ők aludni, és amikor az asszony este 11-kor, fél 12-kor belépett a lámpafénybe, akkor látta meg azt, hogy hatalmas hasa van, és kiderült, hogy minden órás is babát vár, és én akkor értettem meg abban a pillanatban azt, amit előtte már tudtam észre, hogy borzasztó nagy baj van ott, ahonnan egy terhes asszony elindul. Ekkora hassal és gyalog. Ahol kénytelen elindulni, igen. Most azért jó híreket hallani, hogy segítik őket tovább utaztatni, hogy tranzitállomások épülnek, hogy reagált a főpolgármester. Tehát most úgy néz ki, hogy azért abszolút jó irányba megyünk, nem? Vagy most már azért a civil segítségen kívül úgy néz ki, hogy van más segítség is, vagy kezd lenni. Igen, azt a fajta gondolkodást látom elterjedni, amit mi is használunk, hogy a meglévő infrastruktúrát használjuk. Tehát épülni nem épült tranzitállomás, hanem a Baross-Gábor téri aluljáróban, amik le vannak várva üvegerések, az a főváros kezelésében van. És ezeket megnyitják. Tehát a meglévő infrastruktúrát lehet úgy használni, egy kis emberséggel, egy kis odafigyeléssel, hogy az mindenkinek a javára váljon. Ha valaki segítene, akkor mit vigyen tényleg? Ez a legfontosabb szerintem. Keleti pályaudvar, tudjuk, hogy hol vannak. Ugye hát az ember a maga módján, ha mondjuk akar, vagy valaki ezen műsor után, vagy egyáltalán úgy érzi, hogy elolvas egy cikket, és azt mondja, igen, szeretnék, akkor hova tud menni, mit csináljon, mi az, ami nektek segítség? Kétféle segítség van, ami természetesen kombinálható is. Az első az, az önkéntes segítség. Ha valaki önkéntesnek szeretne jönni, akkor akár bármelyik pályaudvari csoporthoz becsatlakozhat, vagy pedig van két bázisunk, jelenleg az Arany János utca 32-ben és a Rottenbiller utca 32-ben, ahol délután 3-tól 8-ig tud az ott lévő önkéntesekhez becsatlakozni. Itt folyik az adományok átvétele és a szortírozása. Pontosan azért, hogy ezt az ős káoszt, ami a kezdetekben a pályaudvarokon uralkodott, ezt elkerüljük. Ezért mindenkit arra kérünk, hogy erre a két helyre, erre a két raktárba legyen szíves hozni az adományát, mert itt tudjuk szétválogatni méret szerint, fajta szerint, itt állítjuk össze a csomagokat. Hogyha valahonnan beérkezik egy kérés, hogy érkezett egy kisbaba, és csak egy takaróba van csavarva, küldjetek, nem tudom, 68-as bébiruhát, akkor belenyúlnak a 68-as bébiruhás dobozba, kivesznek belőle annyit, amennyi kell, és elviszik a kisbabának. Hát ezekkel lehet nektek segíteni. Jó, hát fontos volt ezt hallani, mert ugye mi itt lakóként, magyarként ezt megbeszéltük, máshogy látjuk, de fontos, hogy örülök, hogy betelefonáltál, hogy valaki olyan is megszólal, aki ott van, aki segít, és aki nyilván próbálja egy kicsit élhetőbbé tenni nekik a mindennapokat. Zsuzsa, jó munkát kívánunk, köszönjük, hogy becsörögtél, köszönjük szépen. Zsuzsával, Zsuhár Zsuzsával beszélgettünk, köszönjük szépen. Hello. Igen, gyerekek, Annának abban tökéletesen igaza van, hogy nem fogjuk tudni megoldani, érdemes lenne a Nógrádit megszólaltatni, ez fokozódni fog. Tehát ez nem szabad a vállunkra venni, és azt, hogy nekünk kell megoldani, szerintem az a cél, hogy az ember próbál segíteni, megoldani nem mi fogjuk tudni. Nem is tudom, hogy ki, mert az Unió sem tudja. Tehát megdöbbentő az, hogy nincs egy egységes megoldás, minden országra van bízva, hogy minden országra rábízták, hogy ki hogy oldja meg, a németek ide tolják, az osztrákok ezt vezetik be, Nagy-Britán
Romániában már mindenkit próbálnak kitenni, tehát hogy nincs európai közös megoldás, dermesztő a helyzet szerintem. Picit is. Hát az pár év múlva azért ez fokozódni fog. Picit azt lehetett érezni a kettőtök vitájából, hogy elbeszéltek egymás mellett, hogyha békítenem kéne benneteket, akkor én most ezt mondanám. Nem kell, mert tehát, hogy te már a kialakult helyzetről beszéltél, hogy ha itt vannak, akkor legyél velük emberséges. Egy pont. Anna meg arról beszélt, hogy mi lenne, ha nem lennének itt. Igen, érted? De... Nem csak erről beszélt Anna, hanem hogy utálja őket, nem szereti őket, és menjenek el innen. Nem, szóval... azt nem mondta, hogy utálja őket. Hogy menjenek el. Jó, megbeszéltük, mondd Anna gyorsan. Nem utálom őket, dehogy is nem, hanem én arról beszéltem, amit a Feri mond, nem sorolom el újra. Egyébként pedig én azért gondolom, hogy ők gazdasági menekültek, mert miért égeti el a papírját? Hogyha politikai menekült, mint az 56-osok, ők vitték, köszönik szépen a kis irataikat. A legtöbb gazdasági menekült, ez van, kész, de kimentem, teszem a dolgom. Lehet, hogy már holnap nem kell dolgozni, vagy kell? De miért nem? Sosem volt, hogy valaki más gondol, és nem kell jönni a dolgozni. Elég az SMS-falra nézni, és akkor lehet látni, hogy gyakorlatilag a ti két véleményetek gyakorlatilag leképezte az országnak a két szegmensét ebben a témában. Tehát valakinek az a vélemény, ami Annának, valakinek pedig az a véleményem, ami Balázsnak. Szerintem a legfontosabb ebben csak is kizárólag az emberi oldal. Más nem tudsz tenni emberként, mint hogy az emberi oldalt nézed. Igen, annak kell segíteni, aki rászorul, mert aki antiszociális, aki bűnöző, aki problémát okoz a magyar hatóságoknak, meg nem felel meg ugye a magyar elvárásoknak, az ne jöjjön ebbe az országba, az távolítsák el az országból. Aki pedig rászorul, ténylegesen és bizonyítottan, az meg kapjon segítséget, mint ahogy szerintem segíteni úgy tudsz, hogy egyszerűen csak nem teszel más, belegondolsz abba, hogy mi lenne, ha te lennél ebben a helyzetben, és utána próbálsz segíteni. Ez emberként szerintem ez a feladatunk. 3:10 lesz pontosan 4 perc múlva. Egy pici szünet után jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan 2 perc múlva. Hát nagyon sok hozzászólás, igazából már lezártuk a témát abból a szempontból, hogy ki Annának, ki nekem ad igazat, nem akarunk se önigazolásképpen magamnak igazat adni, se Annának. Köszönjük, hogy hozzászóltatok. Mindenkinek el kell dönteni, hogy holnap kinek mi hisz. Mi is elmondjuk a Ferivel a véleményét. mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy újra kicsit vidámabbak legyünk, vagy vidámabban zárjuk az adást. Azt hiszem talán, hogy azért annyit érdemes hozzáfűzni, hogy ugye mi politikával nem foglalkozunk, nem is fogunk, de azért olyan dolgok mellett, amik itt zajlanak a szemünk előtt az országban, és a köztereken, és vonatokon, BKV-járatokon, annak egy reggeli műsorról, mint jelenség beszélnie kell, vagy egy reggeli műsor. Szerintem ez a feladatunk. Nem? Tehát ezt egyszerűen nem lehet úgy sem, mintha ez a dolog nem lenne, mintha ezzel a dologgal nem találkoznánk. Persze mi vidám szórakoztató műsor vagyunk, de kell erről beszélni. Pro és kontra minden vélemény, persze. Feri felvetett egy érdekes dolgot kora reggel, méghozzá, hogy otthon főzhetünk majd és eladhatjuk. Ez egy új... Kaja megosztó applikáció, egy új magyar startup, reméljük sikeres lesz. A dolog arról szól, hogy te főzöl valamit, ugye, felteszed egy oldalra. És akkor onnantól kezdve bárki bejelentkezhet, aki a rendszer része tagja, regisztrált, és azt mondja, hogy nálam akar kajázni. Idáig rendben is van a dolog, ám ugye te folytatod, hogy mi van a nappaliban lejön. Igen, hát mi hogy nekem még itt dolgom van. Eljátszottunk, hogyha ezt tényleg hát a hétköznapi szintre fordítjuk, akkor mi van, ha észreveszed, hogy nem olyan a konyha, nem olyan a keze, vagy nem akar hazamenni, vagy belenézel a kukucskálóba, jöttünk a kell káposzta főzelike, nem meredként kezd ajtót. Tehát kicsit a magyar valóság szintjére hoztuk ezt az applikációt, és elképzeltük, hogy mi lenne, ha mi főznénk, kinek adnánk oda, kinek nem adnánk oda. Így van. És hogy a vajon a tök főzelik meg a vaníliásod, illetve a madártej mellé, kapnánk egy gyomormosó szerkezetet is, mert néha indokolt lenne. Igen. És megnyitottuk Bali konditermét, mert hogy Amsterdamban és Madridban már vannak mesztelen konditermek. Azt mondtam, hogy megvan az új vállalkozás, ha egyszer nem rádiózunk, megnyitjuk Bali mesztelen konditermét. Minél jobban belementünk a dologba, annál jobban jöttünk rá, hogy nem fogjuk megnyitni ezt a mesztelen konditermet. Illetve csak magadnak, mert ott lesznek azok a hatalmas tükrök, ahol pucérfán illegethetünk magad. Sose szoktam csak a fürdőszobában, ott pedig csak félig látom magam. Na, szóval, hogy a mesztelen konditermekről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Nem lesz mesztelen konditerem, gyerekek. Nem tetszik, már nem tetszik. Nem kell betenni törzsőkét, ne tegyetek, ne csináljunk céget, ne menj a cégbíróságra. Nem. Akkor marad a hajfixáló szalon.
Nem lesz jó, gyerekek, ez nem, ezt most így végighallgattam, ezt az ismétlést nem. Ha csajok tényleg ezt nem fogják szeretni, mert Madridban és Amsterdamban sem mennek, a bozzánk se járnának, csak pasik, hát nincs bajom vele, de azért egy-két jó nő azért, hogy nyújtson már egy kicsi astanga jó, azon már spinningeljen már. Hát azért ott lesz Rezső majd, aki tényleg mögéd át fekvenyomásba segíteni, de kevés, kevés. Nem akarok Rezső az erővel piramiszteteket nyomni. Nem arra, hogy pucér. Nem, jól indult a dolog, de nem visszavonultuk, nem csináljuk meg a Messzeren konditert. Mert Csabi, jó reggel. Jó reggel, de ha ez a te vállalkozásod, nem mindegy, hogy ki jár oda, ha fizet. Most de igen, azért most csinálnád meg, hogy ott az irodádból kukoljon. Nem, fene se tudja. Hát ebből úgy láttam fantáziát. Mindenki jön és mesztelenül gyúr. Nő, férfi, de hát ez talva, ezt a kis fekvenyomós kis ejítős dolgot nem. De lehet, nem hogy valamit rosszul csinálnak Amsterdamban és Madridban, és nem járnak oda a csajok. Lehet, hogy nem jó a kampány. Lehet, hogy miattad oda mennének a csajok. Na, az lehet. Gyerekek azért egy spinning óra 30 mesztelen nővel, nem? Hát az, a hátsó sorba tekerlél egy kicsit. Ott azért van miről beszélgetni, ott nem ilyen beszélgetések vannak, hogy látom, izraelita vagy. Na, igen, egy spinning óra, gyerekek, mesztelenül. Azért az jól hangzik. Jól hangzik, igen. A pasik mesztelenül ott sok mindent meg tudsz állapodni, igen. Az jó. De hát ez nem csináljuk meg, nem csináljuk meg, gyerekek. Ez csődbe mennénk ezzel, sajnos. Csabikám, mi újság, minden oké? Kuba Goulding Jr. kis testvérét fogom hozni. Ella Gouldingot? Igen. Ella Gouldingot, tessék. Látom már, képben vagytok. Hogy nem. Jól sem, fölhívjuk a nap hallgatóját, és akkor elmondod, ki lesz a klassz nyárban, és milyen zenéket hoztál. Oké. Úristen, írt Rezső az erő. Meg leszel találva. Hazafele ketté harap, mint malac a tíkszart. Igen. Jó, az SMS írója lett, remélem, ha bennünket nem vette föl, vagy foglalt volt. Ő írta azt a nagyon jó kis történetet, ugye kértük hallgatókat, hogy írjátok meg nekünk, hogy milyen fura arcokkal találkoztok ugye konditermekből. Konditermekben ugye azt írta, hogy nálunk van egy arc, aki folyamatosan beszélget a bogzsákkal. Kötekedik vele, fenyegeti, ütögeti, majd a legvégén neki futásról ráugrik, mint egy pankrátor. Hát szerettük volna legalább még egyszer ezt a történetet meghallgatni élőben, hogy mondja el nekünk, igazából ő kéne, hogy legyen a nap hallgatója, aki csinálja. Tehát egy konditeremben kötekedni egy bogzsákkal. Mi van? Hogy? Nekem szóltál? Tedd fel a kezed. Tedd fel. Mondtál valamit? Már éppen elmész, visszafordulsz, zseniális, de sajnos nem vette föl. Na, Csabikám, mi a helyzet? Remek zenék? Hozom nektek Jasmine Thompsont, aki, képzeljétek el, hogy még nincs 15 éves, de már nagyon ott áll a világ hírnév küszöbén. Egy fantasztikus tehetségű énekesnőről van szó, aki úgy kezdte a pályáját 11-12 évesen, hogy elénekelt slágereket, és azokat feltöltötte a YouTube-ra, és elkezdték maguknak felfedezni a DJ-k, hogy használják a hangját, és aztán persze a kiadók is egyből lecsaptak rá, úgyhogy most már saját jogon is készít felvételeket, nem csak másoknak a dalait énekli a YouTube-on. Az Adore című dalt ajánlom nektek. Meghallgatjuk. Jól van. És mindeközben természetesen folytatódik a klassz nyár. Csabi, mondjál róla egy-két mondatot. Még Ellie Goulding? Hát ma meg holnap ugye Ellie Goulding, úgyhogy ha valaki most rájött, hogy úristen, erről a buliról nem szabad lemaradnom, akkor gyorsan kapcsolja be a rádiót, figyeljen, telefonáljon folyamatosan, és ha jó időben teszi, akkor mehet másodmagával. Ellie Gouldingra. Nagyon jó. Jó, van, holnap én nem vagyok, ti vagytok. Balázs nincsen, egy napot jelzik, holnap jövünk Ferivel, de addig is ne felejtsétek el. Egykező embernél ne egyetek töltött paprikát. Vigyázzatok, hol mit, igen. Ha használjátok ezt az applikációt, nézzetek utána. 4 perc van, 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorra, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.